open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 15 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Újra, mit van egy valami kataszám 30, ez mi lehet? Kataflám vagy? Kataflám. Ja, tegnap. 30 kataflám, vedd be gyorsan. Az fájdalmas sztori lehet. 30 kataflám, a tegnapi nap hallgatójának volt még itt a száma. Na, hát mindenket egy nagy taps, hosszú Katinkának, gyereke. Igen, a második. Csoda. Elképesztő. Elképesztő, mit csinál, és annyira utálom ezeket a dopingvádakat, amiket szegényen mindig megfogalmaznak. Hát igen. Felesünk Magyarországon is. Igen, hát az teljesen értezetlen. Szörnyű. Tehát ők, én azt gondolom, hogy minősíthetetlenek. Mert hát Amerikát ugye értjük, persze, hogy itt azért. Hát a savanyú a szőlő. Nagyon-nagyon savanyú a szőlő. Tehát, srácok, egy csodát csinált, ráadásul úgy, hogy ugye elmondta, hogy ő nem sprinter, nem ez az igazi száma, igazából ez neki nem is annyira a fontos, hogy úgy mondja, úgy fogalmazza, 1-től 8-ig bárhol odaérhet, hetedikként rajtolt el. Tehát, hogy egy picit azért bealudta az elejét, hetedikként. Igen, de ezt mondják is róla. Azt mondják is róla, hogy nem annyira jó a reakció ideje, tehát nem annyira jó rajtól, de hát elképesztő. Én ezt most nem láttam, de majd megnézem. És ez még nem az erős száma. Tehát igen, ez még, ez igen. Még ez nem lehet, tudod volna megnézni, sajnos, hát miért az időeltolódás miatt. A hajnali hármas tévénézés azért nem dolog. Én ahogy lehet, megnézek délután, minden magyar vonatkozású közvetítésnél ott vagyok, de hát hajnal háromkor azért. Amiben belefutott mindig az a póló. Én nem tudom, az hánykor játszik, de én ezt mindig láttam. Ja. Láttam a himnuszt, láttam az utolsó harmadot, láttam, hogy egy góllal megint vezettünk. Igen, megint aztán megint kiegyenlítettek, és aztán végül időt kért a Benedek, és nem tudtuk belőni. Pedig még talán ember előnyünk is volt. A csoda lett volna a vége, mert volt a végén egy nagyon-nagyon szép kis akció, amikor hátrafelé dobott, már egy másodperc volt hátra. Tehát még tudom, akár meg is nyerhetünk, akár. Hát most csoda lett volna, meg szép lett volna. De ez a két döntetlen, ezzel bajba vagyunk lassan. Igen. Nem? Hát ez csoportmeccs csak ugyan, de ez nem annyira szexi. Sok meccs lesz még. Most mi arra megyünk rá, mint a portugálok. Az döntetlen, csak a végig döntetlennel érted, nem vagy paf, kész. Ja, igen. És olimpiai bajnok, ez lesz, én tudom, hogy érzem. Bízunk benne. Bízunk benne, ugye, miért ők is végigmentek ilyen döntetlennel, meg izével. Hát most a görögök ellen fogunk játszani, akik ugye a szerbekkel egészen jó kis meccset játszottak, igen. Tehát, hogy ők is azért elég jó paszban vannak, hát majd meglátjuk, nagyon kiegyenített ott az a vonal. Nagyon, nem tudunk nyerni, valamiért nem tudunk nyerni. Ez az utolsó egy percen megy nekünk, ezt vagy vegyük el, nem tudom, kérjük meg, hogy az utolsót rövidítsék le, vagy nem tudom, mit lehet ott csinálni, de tényleg a szerbek ellen ugyanez volt az utolsó 40 másodpercben, kaptuk az egyenlítő gólt, és ezt nem tudunk vele mit csinálni. Igen, azt láttam én is, úgyhogy nagyon súlyos. Délután, amiben tudok, belenézek, de hát ez a hajnalozás. Én is mindent. És Karakas Hedviget néztem, hát szegény Ungvári Mikit, azt nagyon-nagyon sajnáltam. De kár, olyan jó lett volna, hogy erről az olimpiáról is éremmel tud hazajönni. Mondjuk most egy bronz jött volna össze, de hát ez is egy csodálatos eredmény lett volna az ő korában, idézőjelben, mert hogy azért ő már egy picit idősebb, hát megszámított cságáncsozók között, utolsó volt, és ráadásul egy olyan technikával győzték le, ami inkább az ő fegyvere szokott lenni általában, mert egy földharc technikával, egy kardfeszítéssel sikerült ennek a belga fiúnak megcsípnie egy pillanatnyi kihagyást. Tehát, hogy annyira megbüntet. Tehát olyan szinten cságáncsoznak már ezek a srácok, hogy egy pillanatnyi kihagyás is elég ahhoz, hogy megbüntessék, hát őt meg is büntették most csúnyán, úgyhogy nem annyira örül ennek az ötödik helyen. Hát szegényként azt megértem, az joggal őt azért előrébb vártuk. Hát, sőt, hát érdemesélyes volt. Viszont vigyázzok, szemeinket Kenderesi Tamásra vessük, aki kétszer is megverte már ugye Michael Phelps-et, és hát ott vannak ugye 200 méter pillangó döntében Kenderesi Tamás, Michael Phelps cselászló. Gyanús nekem az a Phelps, szerintem altat a csávó. Figyeld meg, olyat fog úszni a döntőbe. Igen, hogy óvatos beelúszol, hogy benne legyek a döntőben, nem fárasztom ki magam, aztán pssz, az anyám numáját. De akkor oda mész. Ha ezt csináltam, akkor oda megyek. Azt hiszem, hogy a Phelps egyedül nem tudom, hanyadik lenne az éremtáblázaton. Hát figyelj, hát ha egyedül indulna, akkor 19. volt meg neki, 19. aranyérme. 19 arany, de most a jelenlegin is már nem tudom, tehát hogy már tök jó állna az érem táblázaton. A Republic. És őt nem nézik drogra, annyiszor, mint a Katinkát, de őt is 39. Neki volt eltiltása is.
De hát ő egy nagy visszatérő, ugye? Valamit beszedett? Ő egy nagy visszatérő, drogozott, sülyeztőbe került. Igen, az nem dopingvédség volt, hanem drog. Drogozott, igen, és ezt be is vallotta. Ez is ért. Abba hagyta, eltűnt, visszatért, és most megint rommált. Jó fantasztikus sportoló, tehát hogy ettől most szerintünk, hogy most már végleg eltűnt a sülyeztőben. Sok sikert neked civil életben, jöjjön Kenderesi Tamás. Hát vagy a Cselaci, én annyira drukkolok neki, jöjjön már neki össze egy arany. Igen, neki most ugye nem annyira állt össze ez az úszás. Nem. Egyelőre. Nem. De olimpiásos áll össze annyira, úgyhogy. Hát. Ma ússzák ezt a döntőt? Nem tudod. Azt mondja, hogy hát megmondom őszintén, meg vagyok zavarodva emiatt az idő eltolódás miatt, főleg úgy, hogy egyik másik portálon nem is jelzik külön, vagy még aznapra jelzik a másnap hajnali időpontokat. Tehát, hogy ott van egy kis zavar, de majd utána nézünk a dolgoknak. Viszont nagyon sokan azt mondják, hogy jó lenne, hogyha mondjuk a Katinka, majd a Sénnek valakinek meg kellene súgnia, hogy jó lenne, hogyha beáldozná ezt a pillangót, mert hogy a 200 vegyes előtt azért. Ja, még van egy pillangója is? Igen, igen. Mennyi? 50, 100, 200, mennyit tudjuk? Azt mondja, hogy várjál, azt mondja, hogy ez 200 lesz. Jézus Mária, mit csinálsz? Talán ennyit úszik. És annak mind van selejtezője, van előfutama, van dönt, hogy hányszor úszod ezt, leképzeld el. És az a baj, hogy a közérdentő egy órán belül van a 200 méter vegyeshez képest, ha jól mondom. És azért persze tud ő regenerálni, meg persze Iron Lady, meg ilyesmi, meg oké, le a kalap előtt egy csodanő, de hogy... Egy órán belül két ilyet megúszni azért a... Kemény. Na mindegy, hát úgy látszik, ő lesz a legtöbb aranyérmesünk, ez már biztos, hogy... Legyen csak, nem többen. Sajnáljuk senkit, nekünk hozzá dicsőség. Gyárfás, láttatok, mennyire nem örült? Hát, bizony, az már tegnap is mondtam, hogy ahogy megvolt ugye az első aranya, ott ő Gyárfás úr. Hát, beúszott. Hogy komolyan mondom, ez az ország nem képes arra, hogy a személyes értettséget meg ellentétet egy picit félretegyük, és örüljünk annak, ha valaki olimpiai bajnok, nem? Szóval Gyárfás, ott mindenki örjöngött az aréna, meg nem tudom, és ott mutatták a Gyárfás, hogy ült. Föl se állt, nem is örült, nem is tapsolt. Fú, szörnyű. Mindenki más örjöng, mindenki örül. Még az tényleg, hát tök jó volt látni. Most persze lehet, nincsenek jobb a szövetséggel, meg összetépte azt a 12 millió szerződést, meg nem tudom. Na de hát azért mégis. Érdekel, az eredmények őt igazolják. Mégiscsak igen. Na mindegy. Úgyhogy ez szomorú volt látni. De hát majd meglátjuk. Ma van valami izgi? Van. Hát majd ma is van egy csomó dolog. Azt mondja, hogy hát én javaslom, hogy tudom mindenkinek, hogy menjen fel az NSZ-t. Igen, jó, azért mondtam, hogy elkezdtem mondani, hogy 14 óra 23. 14 óra 25, toronyugrász. 15 óra 16, lovaspoló. Bogaráztam össze, tehát hogy... Hogy mondom, tegnap megnéztem a két cselgáncsot, néztem a tornában a csapatdöntő, tehát ez csodálatos volt, ez is fantasztikus, tényleg le a kalapol előttük, imádom őket, meg amit csak lehet tényleg, de hát basszus. Nincs valaki, aki ezt így összeszedi? Nincs valami honlap? Ja, de úgy sok helyen vannak, persze, meg bontásban is, de hát érted, két óráig van valami magyar érdekes, aztán meg így nincs, stb. Tehát, hogy így össze-vissza van egész nap. Locsolsz, vissza, szaladsz, alsz egyet, kiszaladsz, ennyi. Csak jól hozz be. Ugye, de reggeleket mindig szoktam nézni, hogy a hardcore fanok, azok, akik beáldozzák aztán az egész napjukat, mert hogy bizével gyufazzál, akik peckelni a szemüket, miket írogatnak tőle, hajnal 4-kor. Ott ő még a tévé, jöjjön már. Az, figyelj, az valami elképesztő. Szóval az a hajnali, tehát az aki ezt föl tud kelni, ezt meg tudja nézni le a kalappal. Na, azt mondja, hogy holnap hajnalban 200 férfi pillangó küldte nekünk egy hallgató. Jó, ezeket ne vegyétek késztének, hát a hallgatók írják, reméljük igazán. Persze, nézzétek utána. Nézzétek utána, ne induljon egy ilyen, nem holnap hajnalban, ma reggel, nem reggel, holnap után, nem holnap után, tegnap volt. Én is mondom, 10 után szoktam összefésülni, hogy aznap mi van, meg másnap mi van, meg mi az, amit tudok nézni, mi az, amit nem tudok nézni. Meg menjetek föl, ezerféle különböző portálon fönn vannak az időpontok. Bali, ha láttad az utolsó harmadot, akkor lemaradtál a negyedik negyedről. Arról mindig lemaradok, mert azt hiszem, hogy csak Jégkorongot fölálltam, mondom, jó, ez én a meccs megvan. Én az például soha nem tudom megválni. Amúgy a két döntetlen nem rossz eredmény. A szerbek és a görögök sem állnak jobban. Tehát ez még egyelőre nincs elúszva, ahogy lehet így mondani. Jó van, egyébként minden oké mindenkivel? Minden. Jó van, jó volt a reggel, jó volt. Jó volt. Képzeljétek, van egy cukrászda, Damliszki cukrászda, és nemrégiben beszélgettem ott az üzletvezetővel, nekik rengeteg fagylaltjuk van, és ilyen egészen elképesztő ízeket tudnak összehozni. És így voltam neki, Vélenál például csinálnátok mondjuk egy vászabis magyarot, erre megcsinálták. Csináltok vászabis magyaros fagylaltot. Te készülsz november után egy tanácsadó? Tényleg, tudod, igen. Vannak ilyenek, akik ugyanolyan cégek, és járnak sorra. Kis Így van. Kis Árpi. De jó vagy.
Kis sárki leszel. Kis tanácsadó leszel. A wasabis mogyorót én nagyon szeretem, mert csíp és sós, egy kicsit belül édes egyszerre. Ez fagyiban? Aha, fagyiban. Hát fagyiban, figyelj, nagyon nem fogják elkapkodni. Hát ez kicsit olyan, mint a csilis csoki, hogy tehát ott is túl lehet lőni, tehát még a lángolaszád is nem érzed semmit a csokiból, akkor az már gáz. De itt olyan finoman sikerült eltalálniuk a wasabinak meg a mogyorónak az arányát, ilyen. Úgy, és hogy... akkor van valami, ki van téve egy kis márványtábla már, hogy ez neked köszönhető? Nem, egy picit hiányolt. Igen, ugye? Hát azért, ha már ilyen nagyszerű ötleted van, legalább egy valamit tegyen. Valamit meg ilyenek kiszolják. Jani Fagyi, vagy valami, legyen ez a neve. Nem sem áll le valami. Kombocok, mint egy 20-as. De mindegy, nem is ezért mondtam, de hogy azért marha jó. És akkor így üzentek, hogy a menjek be, mert ott van a pultban. Mondom, csak vicceltem. Én már mondtam neki a káposztás tésztát is, tehát hogy... Na mondják, akkor belblöfeljék, Kelvin Bós karalábé, meg ilyeneket tenni. Csúlyos pacsal. Igen. Ilyeneket tenni. Céklás mazsola. Az ismétlésünket megmutatjuk, tegnap fölhívtuk Vogát, ezt most gyorsan megmutatjuk, Vokcit, ami drága Vokcinkat valaki földobta, hogy hívjuk föl. És volt időn két óra után nagyon erősen uborka szezon van, ez nem a Vogának szól nyilván, hanem semmi olyan témánk nem volt betervezve, amit ne tudtunk volna eltolni. Felhívtuk, megkérdeztük, hogy van, és egészen váratlanul felvette a telefon, mert elmondta, hogy nem szokta. Igen. Egyébként, ugye? Tehát, hogy sosem vesz fel magánszámot, mi magánszámról csörögtünk. Felvette, és egy picit elbeszélgettünk vele, hogy mi van vele, mit csinál, hogy telnek a nyugdíjas évek, mi van vele, mi van Lajossal. Nagyon pörgött, mert ment a reggeli súlyfürdőre. Igen, ment a súlyfürdőre. Szép lányok. Ment az akasztásra. Akasztásra, igen. Úgyhogy ezt most megmutatjuk, a játékunkkal pedig úgy állunk, hogy... 1-0 ide. 1-0 ide. Jaj, viszonylag hamar bedurrantott a játékos, ez ma az 5. másodpercben az igent, úgyhogy megvan a miénk. Hát akkor jók alakul. Jól van, na akkor hallgassátok az ismétlés, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Megírta reggel tényleg egy hallgató, hogy mi van a Vogával. De itt meg tudom mondani, hogy hány a számról jött. Lehet, hogy van még rokonod volt egyébként, akinek nem vezet fel a telefon. Nekem nincsenek rokonaim, gyerekek. Ha vannak, akkor meg piszkosul nem tartom velük a kapcsolatot, mert elhajtottam mindegyiket. A rokon a legrosszabb dolog a világon. Most látjuk Lajos számát. Én nem is értem, miért nem a Lajost hívtátok először, lehet, hogy már nem is él. Igen, őszinte az érdeklődés, mindenféle hátsó szándék nélkül, csak így megcsörgettünk hallgatói felvetése, mert egyébként baromira kedveltünk meneteket, hogy mi van veled, mit csinálsz? Nyugdíjas vagyok, gyerekek, 2 éve, állati hatalmas nyugdíjjal élvezem minden percét ennek a dolognak. És milyenek a nyugdíjas évek? Mert hogy azért az emberé látom, nekünk is van a családban egy-két ember, aki azért ugye az első egy-két éve nehezen találja azt meg, egy kicsit unatkozik, és úgy keresi a helyét neked. És így örült egyből, hogy elfoglalt magad. Gyerekek. Az igazság, hogyha ilyen dolgot csinálunk, mint mi, akkor egy csomó adósságod van az élettel szemben. Tehát akkor marad egy csomó olyan dolog, amit meg kell csinálnod, és semmire nincs az ég adta világon időm. Képzeld, fölkelek reggel, és úgy van vége a napnak, hogy fejjel ugrok az ágyba. Tehát iszonyatos, hogy mennyi dolgom van, amit kihagytam az életben, és mi? Amit meg kell tennem, mert persze nem bakancslista. Nóta TV, sok kereszt rejtvény. Itt nem arról van szó, hogy nyugdíjas vagyok, az csak egy állapot, hanem hogy mindenre van időm, az itt a frankó benne, érted? De hát akkor te szerencsés vagy. Mondom, én nagyon sok olyan embert látok, aki azért ugye hirtelen rátört időre, nem tud mit csinálni. Nem, tudom. Azok hülyék, hát kész egyébként. A hülye ember unatkozik, és a hülye ember nem találja fel magát. Arra jöttem rá, hogy baromira szeretnék megtanulni zongorázni, és elhatároztam, hogy az egyik nagy előnye az lesz novemberben, ha esetleg nekünk nem lesz munkám. Ezt halálosan komolyan mondom, ne rögjetek ki, hogy elmegyek és megtanulok zongorázni, mert nekem ez egy igi nagy álmom. Zongoraórákat, az első lépés az, hogy vegyél zongorát. És majd ne lepődjél meg, mert a fekete billentyűk hangosabbak, mint a fehér. De nem, ezt komolyan mondom, értem, hogy miről beszélsz, hogy az ember korán kell, az egész napja meg van kicsit lőve, és felhalmoz egy csomó olyan dolgot, amivel kicsit visszaköltözik a saját életébe, amikor van arra ideje. Nem? Vagy amikor mondjuk az ember nyugdíjas lesz. Jól látod. De egyébként a Lajossal azóta kapcsolatban vagytok, nem? Hát csináltok persze, ilyen kis... hogy a fenében, hát csináljuk a Boros Voga izét, a Boros meg a Voga sót, ne hülyeskedj, már van 2 hallgatónk. Lelkesek. De bírlak, ezek ilyen előre felvett kis hanganyagok, amiket aztán interneten tőletek meg lehet vásárolni. Nem? Így van, igen. És egymástól vásároljuk, ja. És akkor te ott Fehérvár vagy? Fehérvár környéke még mindig? Igen, hát nem, az is sokat vagyok Pesten. Felviszem a feleségemet fodrászhoz. Na, akkor egy napig el van legalább. És akkor ilyenkor programozol Pesten?
Vagy visszamész a sászért. Persze, hogy nem. Lalival kiülünk a parkba, és autogramokat adunk a hajléktalanok. Ha akarnak, ha nem. Lali, hogy van egyébként? Jól van? Jól, persze. Hát haldoglik. Na, ez kiváló. Én rólatok azt tudom elképzelni, hogy te valójában megtalálod azt a fajta életet, ami arról szól, hogy mondjuk most nincs mikrofon. De a Lajosnak szerintem a mai napig még mindig olyan elvonási tünetei vannak, hogy morfiumozni kell, mert róla viszont nem tudom elképzelni. Valóban megtalálja úgy a helyét, hogy nincs, nem tud ő megszólalni, vagy nem tudja elmondani azt, amit szeretne. Nehéz. Éjjel-nappal dolgozik. Éjjel-nappal ott ül az internet előtt, és de be is van kapcsolva a gépet? Te láttad? Vagy nem, csak... hogy is. Ahhoz, hogy bekapcsolja, fel kell hívnom telefonon, kapcsolja be, mert különben nem tudunk Skype-on. Kapcsold be, az mondjuk, a kör egy kicsi vonallal ott a kör tetején. Nem érj így le a családját, mert a halál után egy konténert kell majd rendelni a hagyatékán. Rohasztak vagytok. Vokci, nagyon örültünk neked, tényleg. Én is, meglepett. Nem szoktam fölvenni, képzeld a telefon, ilyen, hogy ilyet írt ki, hogy magántelefon. És apám az Ildik azt mondja, vedd már föl, lehet, hogy elmarad az akasztás. De ez az akasztás, ez micsoda? Hát ez a, tudod, a súlyfürdő, ilyen medencébe lógatnak. És ilyen súlyfürdő, ilyen nyakadat bekötik valahova, és akkor így lógatnak a medencébe. Édes, drága, jó édesanyám is jár. Bár járt oda, vagy jár oda, már nem tudom, hogy jár. Nem jó semmi, de csak a csajok miatt megyek, tudod. Ja, hát meg azért ne felejtsük el, hogy a Bocsi mindig beszélt a sporttal, te megcsináltad. Igen. Azt megkapod meg a másik. Previously on Morning Show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:47. Múlt pontosan 4 perc. Hello mindenkinek. Lepsény magasságában biciklizik egy idióta siófok felé. Pítyke őrmester küldte. Tényleg az. Az erős. Autópályán az lehet, hogy picit erősnek tűnik. M3-as M5-i csomópontban autó az árokban, rendőrök a helyszínen. Potyó küldte. Kérdezzétek már meg a Zsuzsát, hogy miért akarja elsírni magát mindegy. Elsírni magát minden. Én már mondtam neki, hogy így jön egy felest előtte, vagy valami. Hát mégiscsak lazaregget műsor vagyunk, vagy hogy a fenébe van ez. Miért akarja magát elsírni? Baj van szívem! Minden hírvégén. Az a nagyobb baj, hol a Jani? Mindig tudod, hogy meghallgatja a híreket, és amikor zene van, akkor érzi, hogy az őt nem érdekli annyira, olyankor elmegy kávét főzni. Igen, pisil valami. Hát akkor játszunk addig egyet, meglátjuk, itt választ a játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Jó reggel, szia. Hello! Hogy hívnak? Szia. Hello! Ancsa vagyok. Ancsa. Svájcból. Svájcok, csokik. Mit csinál Svájcban? Igen. Hát én most szállás anyuka vagyok. Most éppen a 4 hetes gyerekemmel megyek a gyerekorvoshoz, mert fáj a pocakja nagyon sokat, és kérek rá valami fejet, ami biztos, hogy nem fog hatni, de legalább megpróbáljuk. De optimista vagy. És hogy kerültél ki, vagy miért vagy kint? Hát úgy kerültem ki, hogy nekem svájci a férjem, aha, akivel a 2006-os úszó EB-n ismerkedtünk meg, mert ő profi úszó volt, 2012-ig, és aha, én meg ott hát így, én ott segítettem ilyen önkéntesként az úszóknak, és én tudtam németül, ez a svájci csapathoz osztottak be, és akkor így ki is szereltem magának ezt a fiút, akinek akkor még barátnője volt, aztán ez megváltozott. Ó, de céltudatos vagy. Kinézted magadnak ezt a fiút, és meg is szerezted akkor. Az igen, az igen, igen. Tehát te ránéztél és tudtad, hogy jó három lesz. Három év kellett várnom. Hát igazából úgy volt, nagyon szimpatizáltam, hogy a kettőm jön, és akkor nekem is kapcsolatom volt. Akkor még egy vízilabdás fiú, aztán annak is vége lett, és akkor 2007-ben találkoztunk újra Debrecenben, a rövid kályás úszó EB-n, és akkor nem csapatokhoz voltam, de aztán, hogy Árfásnak voltam ilyen jobb keze. De vele nem jártál. De gyárfásra nem jöttél össze. Nem. Jó van. Nem. Oda jöttünk, hogy
Tominak hívhattam, de... Tominak hívhattam, de többé kell, hogy meghallják. Igen. Keveseknek adatik meg. És milyen Svájc, jó? Szereted? Hát, iszonyat jó. Jó. Az az érdekes, hogy itt is vannak fák a sinek mellett, és a vonatok mégsem késnek, ami nagyon furcsa. Igen, ott is vannak levelek, lehulok, meg ott is van TL, a levelek. Igen, nagyon furcsa. Úgyhogy hát minden szuper, minden jól működik. Az okmányadában kb. 10 percet kell várnod maximum. Úgyhogy igazából... De ez menő, jól hangzik. Igen. Na jól van. De hát jól keres az ember. Oké, akkor a többit majd a játékban. Ann, csak kivel játszanám? Jó. Hát én veled játszanék, Balázs, mert... A Jani játszott tegnap, meg amúgy is lőrinci vagyok eredetileg, úgyhogy nem bántam. De nagy faj. Milyen messzire igen. jutottál azért. Lőrinci, én igen, Svájc. Jönnek is van esélyek, jönni november után. Hova jártál jó úszni? Van. A Malévba vagy a Bókai kertbe? A Malévba, csak valami hideg volt az íz. A Bókai kertnek szemölcsünk lett, úgyhogy igazából... Aha, most már nincs kerület. Sporulós kerület, minden elsporulnak. Most már jó. Most már minden jó. Mind a kettő. Mehetünk akkor? Ha mehetünk, igen. Na figyelj, Jani. 3, 2, 1, 5. Hogy hívják a gyermekeket? A kislányt Lilinek, másfél éves. A kisfiút meg Milónak. És neki fáj a hasa? A neki fáj a hasa, igen. Meg hát, neki fáj a hasa, igen. Ott volt az igen. Nem már. Hát, bizony, sajnos. Bizony. Ott volt egy nagy igen. Németül kellett volna játszanunk. Lehet. Ott Balázs, nem tudom mennyire vagy jó németből. De. Németből nem annyira, sajnos. Nem szeretem a német nyelvet valamiért. Nem tudom megmondani miért. Jaj, ne! Pedig mindig azt hittem, hogy majd egyszer jártok, akkor én biztos nem mondom ki, de... Látod? Ez a személyes varázs, hogy amíg beszélgettünk jól, mert nem mondtál semmit, tiltottad, elindult az orra. Igen. Egyből kimondtad. Na, mindegy. Vigasztaljon az, hogy te vagy az egyetlen olyan ember Lakaté Károlyon kívül, aki tomizhattad Gyárfás Tamást. Így van. Igen. Na jól van. Hát, mindegy, legalább eltelt az ide, amíg sétálok a gyerekorvoshoz. Na látod? Hogy beszélhettem veletek, még lehet, hogy utoljára. Akár unatkozhattál is volna, de így becsörögtél, és így legalább szórakoztattunk egy kicsit. Igen. Puszilunk, jobbulást a gyermeknek. Köszönjük szépen. Csáó, szia. Neked meg még jó rádiózás, amíg lehet. Az a szúrjad még, persze, rúgjál bele. Köszönjük, puszi. Köszi, csáó. Hello, szia. Amíg még lehet. Na, azt mondja, hogy a biciklis megye matricát vásárolt, kérdezi egy hallgató. Hát ugye, használja a pályát, akkor kell. Egyébként igen, lepsény magasságában otthon valaki, aki teker. Úgyhogy, hogy kerül ő föl? Te tényleg mit gondol? Mert az a legrövidebb, tudod? Hogy egyébként lehet menni másik úton, az picit hosszabb letenyéről, vagy honnan megy lepsényből. Vagy azt hitte, hogy ez egy új kerékpárút már? Mi köszönjük, ez? Miniszterelnök úr! Mi átadták! Igen, és elindult be. Autósok mit kerestek? Na, 4 perc apontosan, 7 óra van friss közlekedés életek. Küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatóink, itt vagyunk a hidegfront előtt egy nappal, csak azért, mert volt néhány nap meleg, senki ne gondolja, hogy ez a nyár, ez most valóban tartogat némi meglepetést, hogy esetleg egy hétig lesz meleg. Olyan cudar idő lesz állítól a csütörtök pénteken, hogy nagyon. Cudrat mondanak, nagyon cudrat, és hát ma még holnap oké lesz, és aztán valami 10 fokos lehűlés megint, hatalmas nagy szél. Eső nem igazából, de ilyen 30-ról 20-ra megy vissza. És aztán majd péntektől enyhül a szél, és kezd el újra melegedni. Nem jó. Nem csinálják ezt nyáron. Oda ez a nyár. Kapcsolják ezt velünk. Valamit csináljanak. Én még nem akarom, hogy vége legyen. Nem. Én nem akarok még fázni. Én ma reggel is nagyon ügyesbe indultam, nem akarok fázni. Én reggel kabátba jöttem. Na jó, mondjuk egy ilyen kis, tudom én, egy sorkán kabátba. Kabát, akkor is kabát. Hát igen. Péter. Mit szóltak ez a fradisták, hogy kabátban De tényleg, szóval, hogy kérem magamnak, hogy nem volt 12 fok. Két hétig egybefüggő jó idő. Így van. És én jövő héten mennék egy picit le Balcsira.
te szoktad mondani, hogy az ősszel is jó, meg télen is. Ja, hát tessék, jó, hát most akkor megkapod. Csomagolunk meleg ruhát. Tényleg, ugye? Mindig ez hangzik el. Mindig te mondod, hogy abban lehet menni rossz időbe is. Na majd most megkapod. Azt mondják az okosok, például Feri, hogy teltház van a Balcsin. Ez nagyon kemény, nagyon-nagyon komolyan. Úgy, hogy lengyelek jönnek, németek jönnek vissza, képzeljétek el, hogy azok... gyereket. Igen. A kis szabi gyereke. Mikor 17 évesen itt voltál 82-ben, itt maradt a parony, azt most meg, őt most megnézed, hogy az történik, hogy nem mernek utazni az emberek, és Európán belül maradnak, és azt mondja egy csomó német ember, hogy figyelj, itt találkoztunk a kelet-német rokonok, a menjünk vissza. És hát nagy meglepcsi nincs, ugye, hogy júj. Tudom, én 5 napot voltam most Balatonon, figyelj, nagyon nagy dugó van. Tehát, hogy délután 2-kor Siófok szép lak, átjutni Zamádiba 1 óra, mert dugó van a hetesen. Ja. Szóval olyan dugók és olyan forgalom, és annyira ember a strandokon, hogy tele van a Balaton. Abszolút bringáznak, mennek, gyerekek, felnőttek. Egy jó, szerethető. De mit csinálsz, hogy vizes leszel még a végén, nehogy aztán ne, hát nem megyek a park közelébe. Azért mondom, hogy nehogy esetleg, mint a nyár van meleg, vagy 30 fok, esetleg vízbe kerülje, vagy érjen egy kis napfény, vagy lebarnulják. Vigyázzál magadra, mert ott a Balatonpart az ember csak belemegy a vízbe. És azért a vasútak a másik oldalára, ami ugye közel van már park, ez SMS-es. Azért mondom, hogy óvatosan. Déli vagy északi? Melyikre mentek? Déli. Déli part. Déli. Lele vagy szárszó. Jó, úgy. Lele vagy szárszó. Majd találok valami. Dél felé. Északi part is egyébként át fogunk rándulni. Ne, óvatosan. De szigorúan csak erdős, város. Jó, mondtam, hogy múzeumos program. Azért mondom, hogy vigyázz, mert még a végén bele kell menned a Balatonba is, azért az emtelen, hogy egy kis állóvízbe belemenjél fürdeni. De nem kompozol, tehát megkerülve, szigorúan, ugye? Ne, kompozunk. Hú de bátor. Hú de bátor. Ne, hogy középen állt meg a fröccsényen a víz. Azért mondom, mert még a végén vízbe kerülsz esetleg. Anya, anya, gyorsan vízes lettem. Nem tudom, hogy voltam-e idén valamilyen állóvízbe. Óvatosan, mert nem vagy ez a nagy vízimádó, azért lehet mondani, hogy azért ne. Szóval azért nem látnak magam előtt, hogy a csúszdás vízibicikliről ott hatalmas segeséget ugrálsz a virággal. Hát nehezen pikelyesedek. Pedig olyan jó, mindig a barátaim, hogy bemegyünk, beülünk oda ilyen iszapdagonyába, 5-en birkózunk, és akkor ott... De 40 évesek vagytok. Ez járnak a programon, közben 6-an bemegyünk a vízbe, 2-3 elkezd birkózni, dobáljuk egymást iszappal, beleülsz nyakig, pont olyan helyet találsz, pont le tudsz ülni, vagy érdez, jó, nem meleg a Balaton körül. Miért van az, hogy amikor haverjaiddal vagy, akkor mindig előre a dedó. Nem úgy általánosan mondom, mert nem is jellemző. Mi nem. Nagyon infantilis benyomjuk. Érted? Tehát, hogy az az első. Bemész, és abban a pillanatban valakit hátba dobnak iszappal. Persze, hát a szerencsé van. Miért ennyire alap? Ha szerencséd van iszappal, ha kevesebben vannak, akkor még az is lehet, hogy ott vannak trükkösebb srácok, akik mással dobnak, egyébet is nevetnek. Mással is átmenősebb. Kicsit melósabb, kicsit kevesebbek kell, hogy legyenek, kevésbé diszkrét, de nagyon sokat nevetünk rajta. Összezetni a muníciót, és sokat kell utána mosakodni, de... Picit körülményesebb, de a poén nagyon jó. A poén nagyon jó, hidd el. Úgyhogy gyere velünk a Balcsiba. Velünk élmény a fürdőzés. Ebben biztos lehetsz. Ki vagyok, képzeljétek el, teljesen ki vagyok. Na, megbüntetett az autópálya felügyelet, de nem ezért vagyok ki, mert ez nem baj. Én befizetem, ha valami nem. Így van. De nem volt, nem vettél éveset? Belőlem kátyúznak. Nem, akartam, csak nem vettem. Februárban, akartam azért csak elfelejtettem, hogy megmutassam nektek, február 16-ai a szabálysértés elkövetése. És most jött ki. Most mi van náluk? Azt nem fizetheted, ne fizess be. Február 16, holnap behozom, direkt kikészítettem, csak Viki volt annyira akkurátus, hogy elrakta. Hogy van az, hogy engem felszólítanak, hogy 15 napon belül büntessen? Nem elrakta, lefűzte a többi között. Igen. Ugye ez tulajdonképpen arról szól, hogy M1-es autópálya 166-os kilométer szelvény, zárójelben egy másik kicsi szám, ami nem tudom, mindegy, hogy mi. Nem volt érvényes autópálya matricám. Egyrészt, honnan tudom visszanézni, hogy volt-e? Mert ez egy másik telefon, abban voltak az SMS-eim. Te tudod, az SMS-t... Le tudod kérni az SMS-t a szolgál, most de te a szolgáltatót föl kell hívjad. 6 hónapra visszamenőleg adják ide az SMS-eket. Hát honnan tudom én azt bebizonyítani, hogy nekem volt-e? Egyrészt miért februárt, miért most küldik ki? Ők elvárják, hogy 15 napon belül fizessen be, mert akkor a 12.59-re emelkedik, vagy a 15.59-re emelkedik. Igen. Nonsens. Kicsit nagy ugrás. De az, hogy február 16-a óta senkinek nem esett le, hogy küldjék ki azt a levelet, majd nagyon szigorúan azt mondják, holnap behozom, megmutatom nektek. Azt mondja, most akkor 15 napon van. Hogy hát tudom bebizonyítani, hogy én nem jártam a februárban? Valószínűleg ezért küldik ki fél év múlva. Igen, nem. De akkor ez kamu. Figyeltek a műsort, hogy mikor van jó hangulat, ha most volt lent 5 napod a Balcsin. Most kínáljuk meg. Érted, ne sokkoljuk már. Körülbelül júniusi büntik megjöttek, mert a Viki használta a kocsimat, és én elfelejtettem ilyen megyematricát venni, és az új nullás részen, amikor vitte haza az anyósomat, akkor két naponta egyszer megbüntet. Gyönyörű történet. Megvettem a megyematricát, van 5000 forint volt, megvan.
Mama miért nem BKV-zi? Ja, minden, bocsánat, csak itt. Nem akarok. Én is mindig megkeresem. Hát, érted? Hát mama nagyon elszánt. Kap egy buszét, ezt visszalátás. Van egy kis kutya, vinni kell. Igen, köszönjük, hogy jött anyuka. Na de! Látása, itt a jegy. Februári? Februári büntetés? Hát van ezeknek lelkük? Nincs. Szívük? Hát ez, de illetve nem van, tudom, eszük van. Eszük van. Nem tudom visszanézni a telefonomat, mert valamikor március-április óta új telefonom van, és nincs meg az SMS. Lehet, hogy annyit postáznak? Tehát, hogy de nem lehet, mert közben már júniusiakat megkaptam. Az újakat már megkaptam. Az újakat már van egy altató részleg oda bent, ahova így minden 15-et beküldenek, fél év múlva megy ki pont ezért. De nincsenek valami elővédés, egy gyerekek, ha ti nem vettétek a fáradtságot és küldtétek ki nekem két hónapon belül, akkor augusztusban mit csináljak én egy februári évű jön el, fél év után. Hát legalább fél év azért, annyi idejük nekünk is lehet, hogy kiküldjék. Ajánlva megérkezett, átvettem, bekecsöltem a postára, hát ha mondom, valami jött. Hát de nem. Fizu emelés, vagy jött, mit jött tudom, bónusz, vagy nem, mit nem tudom, én erre látom, hogy nemzeti, nem tudom, autópálya, mit tudom én, milyen. Holnap behozom tényleg, megmutatom, február 16. Ráadásul szerintem nem voltam itthon. Február. Szerintem nem voltam itthon. Hát nem utaztunk? Jó, de kihasználta a kocsit. Ugye? Senki, mert oda? állt egy bécsi parkolóházat. Csak nem húztatok be a kéziféket. Igen, és a bécsi reptéről visszagurult az M1-esen. Szóval ez hogy van, hogy... Bécsbe te pont M1. Az lehet. 160-as kilométer, akkor mehettél, vagy jöhettél. Lehet, hogy az volt, hogy azt mondták, hogy most egyetem, spololjunk már a postaköltséget. A doszpot úgyis arra, akik majd bedobja. És meg ő felejtett el. Még mi jön be régi cuccaiért. Igen, de kérdezem én, ha nekünk törvényszegő magyar állampolgároknak, akik hibázhatnak és nem vesznek autópályamatizát, meghatározza a törvény, hogy 15 napon belül fizess be, vagy 30 napon belül, mert egyébként akkor őket a kiküldésnél nem szabályozza semmi? Hogy van ez? Ha 6 hónap várjál. Persül a bőrökére, nem rohadtok meg mindannyian. És most én nem magamért haragszom, hanem egyébként azokért, akik szintén kapnak februári. Értetek mindannyiótoknél. Én befizetem, de ne küldjenek hát már egy februári, augusztusban. Megmutatom nektek holnap, csak elfejtettem el. Jó, mondjuk a fura, hogy... Ezt ilyen nem lehet csinálni emberekkel. Olyan országban csodálkozol ezen a gyakorlaton, ahol előre fizeted be az áfát, még mielőtt megkapnád egyébként azt az összeget, amiből az áfát be kell fizetned. Tehát, hogy... De tudod, miért okos? Mert azt mondod, hogy ma mondjuk van egy ilyen szabály, hogy 6 hónapon túl nem lehet kiküldeni, akkor neked pont 8 nappal előtte jött meg, a 6 hónap előtte. Hát ha 6 hónap, és a 3 hónap, hát vagy csak 2 hónap. De szerintem ez van, hogy altat, mert már nincs meg a szel, ha ízét vettél, ha rendesen vetted, akkor már biztos, hogy nem őrizted meg a cetlit róla. Ha SMS-be vetted, akkor megint nincs meg. Most rácsesztek, most megnézem. Mert... Na, most nagyon ráfaragtatok, srác. Most rossz emberrel kezdtetek el vaszakodni. Most nagyon most kezdettek a makkot. Most elkezdtetek nagyon felhúzni, gyerekek. Most beindul a gépülő. De most készítek fel, hogy sok tizedes lesz nagyon gyorsan hadnagyból. Na figyelj, autópálya matrica. Tegyétek össze a három újatokat, és kezdjetek el drukkolni, hogy meglegyen a februári. Te még kettő szerintem járom. A csulira gondolom. Nem, a hüvelyk, a mutató és a középső ujjadat így érint a hüvelyk ujjadhoz. Formázunk nyuszi tárnyaltékhoz? Nem, szöveges üzenet március 2, az az utolsó, március 2. Akkor szerintem mondd is sikeres elmatrica vásárlás, április 2-től. Akkor az előzőjét, bocs. Jó, akkor jó ember cseszegettek, nem tudom bizonyítani. Semmi gond nincs, csak viccelt az előbb. És neked kell bizonyítani, 6 hónap után nem már, hol az ártatlanság vélelme? Hát ez az. Hát ki vagy, meg lehet téged taposni? Hát ez az, és ugye nem is biztos, hogy oké, hogy arra mentem, mert lehet, hogy nekik van fotójuk, hogy arra mentem. De mi van akkor, ha nekem az előző telefonom ott van, hogy egyébként érvényes autópályamatrica vásárlás, matrica vásárlás, info érvényes, stb. Stb. Ugye megkapod ezt visszajelzőt. Én mindig SMS-ben veszem. Megkapod ezt visszajelző SMS-ben. Hát milyen világ ez? Na, tessék, új telefon. Jól gondoltam, hogy március 2, sajnos nincs több. Nincs meg, sajnos márciusig van meg. Tessék? Telefonszámlám benne van. És neked megvan a februári telefonszámlád. Mi vagyok én, egy nyugdíjas, mindenki lefűzi a telefonszámláját, és sincs meg, kockás spirálfizetős vagyok. Én nem fűzöm le a telefonszámlát. Mit csinálják egy befizetett telefonszámlával a februárban? Sem, de egyébként azon nincs rajta, csak az, hogy te küldtél SMS-t az autópályának. Hát most az, hogy ezt ők megkapták-e vagy se, az már nincs rajta a számládon. Ja. Hogy rajta van a matrica ára, mi? Hogy 5000 forint volt. Hát, de akkor is, tehát nem lehet ilyet, 6 hónap után nem lehet ilyet csinálni.
Nem, most mehetek be számla részletezőt kérni. Igen, tehát bemész a szolgáltatóhoz, vagy főhívod őket. Most bekecsölök, bemegyek, kikérem, hát annyit az egész nem ér. És utána az, amíg bemész ugye az autópályához. Nem, az elve húztam fel magam, hogy tudod, hát hogy tartsuk be, büntessenek meg, de nem áll. Basszus. Hát nem csinálják már. Mit, miért megy ki a játék? Mit akartok ezzel elérni? Nincs elég bajom. Hogy vegyen autópályamatricát máskor. Hogy éveset. De megvenem. Figyelj, én már elköltöttem annyit büntire. Én megveszem, komolyan mindent megteszek, csak nem, nem, most érted, földön fekszünk és meg megrugdalnak. Igen. Hát nincs elég bajunk. Hát érted, nem látják, mi történik a hibázik, közéletben. Nem tagadja, tehát ő nem a hibáit akarja elmismásolni, csak emberséges bánásmódot kér egy ilyen esetben. Hogy ne hány torgassak fel 6 hónappal ezelőtt. Azért, hogy hallgat a Balázs, ha 28 napon belül nem kapod meg a csekket, igen, akkor nem kell befizetni. Jaj, nem, nem városi aha legenda ez? 30 napon belül ki kell küldeni. Plusz na, erre, két, ne, nem? Erre ne hivatkozzál majd. Ne lázadjál már csekevel, a rendszer erősebb, írja valaki. Értetek, haragszom, gyerekek, hát ti is kaphattok ilyet. Hát változtassuk meg a rendszer. 60 nap után elévül. Eddig 3 különböző infó. Uh-huh. Nem? De ugye, hogy a magyar lakosság mennyire nincs tisztában ezzel? Én is így jártam, szeptemberben nem volt matricám, júniusban kaptam először levelet 60 000 forintról. Ajajajajaj. Igen. Ne csinálj belőle ügyet, Bali, nekem egy év után küldték a büntetést. Belőled kátyúznak, belőlem építik az autópályát. 840 000 forintra büntettek meg. Mondjuk akkor jó sokat mentél ide-oda. Egy nap volt egy pályát, az M1-esen oda-vissza, igen. Valás, nézd utána, itt is mérvadó, hogy 3 hónap. Ugyanúgy, mint a gyorshajtásnál. Aha. Persze, gyorshajtás nem évül, gyors vagy elévül? Gyorshajtásnál 60 nap az elévülés. Szabálysértéseket 60 nap után nem vagy köteles kifizetni. Hát akkor nem veszed át a levelet, akkor 60 napig megy a húzóvonal, utána nincs az a bünti. Szerintem nincs ilyen, hogy van. Aztán online felületen meg lehet nézni, a hallgató üzeni, hogy a rendszám alapján ott van az info. A gyorshajtást, igen, de ez nem gyorshajtás, ez nem gyorshajtás, ez autópálya. Igen, autópálya. De a pályamatricát nem tudod megnézni. Pályamatricás történet. Beszélünk egy szakértővel. Azonnal hívjuk fel a Zsaru magazin! Igen, hívjuk a Karamölgy. Bocs, hogy fölébresztünk nekem, ne haragudj, csak kérdés, hogy ti mit csinálják vele. Jó napot kívánok, Tonhauser László, azt szerintem. Nekik a doszpot nem messze tőlem, lehet átmegyek, hogy lepecsek. Halló? Igen. Halló? Szia, szia! Szia! Megint én, nem, semmi gond nincsen, nem, nem kell most a grillsütő. Figy, gyere, nézd már meg! Igen, most nem a grillsütőt kell, meg nem. Na mindegy. Nem tudtál meg, nem tudtál meg semmit? Mit? Laci nyomoz. Nyomoz? Aha. Online felületen fenn van az online számla, és lehet látni a vásárolt elmat, hogy vásároltál-e elmatricát. Mm-hmm. Mi van? Aztán online felületen fenn van az online számla. Tehát van egy online számla? Nem vagyunk ebbe ügyesek. De várjál, most nem a telefonszámra keresel rá, vagy rendszámra? Az a baj, melyik telefonszámról küldted, vagy melyik rendszámra küldted, vagy most mit keresel az online felületen? Jó kérdés. Én nem tudom. Hát most... Az a baj, hogy amióta mondtad cirka 6 évvel ezelőtt, hogy vegyek éves a matricát, mert hogy akkor soha többet nem fognak megbuntatni, én azóta azt csinálom. És jó, hogy te mondtad, aki ezt azóta se lett. Igen, igen, igen. De három éves matricát. Nem mondom, akkor mi volt hajam. Tehát, hogy ez nem most volt. Figyelj, megmutatom holnap a levelet, rajta van, hogy kiállítás dátuma augusztus 2, tehát el is ismerik az egészet, büntetés február, nem tudom, 16, érted? Aha. Tehát, hogy nem az van, hogy március 2 a kiállítás dátuma, hogy késő jött meg, vagy nem vettem át. Tehát rajta van, hogy kiállítás dátuma augusztus 2. Tehát... Nem, akkor nem akarsz nekik? Ezt most nem fizettem, mert kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Hát már látom, hogy visznek meg itt. Novemberben pusítás. Hogy elvesztett a fekét börtönbe is volna, ahelyett, hogy befizette volna. Ahelyett, hogy befizette volna a 15 ezeret. Na mindegy. A igazságtalanság akkor is. Hát. És ha most ellopják a telefonot, akkor na, akkor hát nincs meg az SMS. Bizonyám. Hát arról meg nem beszélve, hogy lehet, hogy együtt fogsz ülni majd a Berkivel. Érted? Egy zárkába lesztek, állandóan eleszik előled mindent. Ó, ne, nem akarok a Berkivel. Képzeld el, együtt lesztek. Az maga lenne az agyhalál. Mondjuk a többi se okos azért annyira ott benne. Balázs, ülj be a hátamra, fekvő közben. A Vikivel nem tudod, te behozott egy kis sportrobit. Ott fekvőznék együtt. Te miért vagy benne? Gyorshajtás, te miért vagy benne? Autópálya matrizat. Ja, két kemény. Félnének tőlem nagyon a sírten egyébként. Hallod, te is udatkozol? Igen. Én is. Hallod? Akkor, ja. Babas mamát. De azt tesszem, így nyom. Valamit rosszul csinálsz, Bali. Most cseréltem le a telót, és minden üzít van. Ja, ez Samsung Mikrobi küldte nekünk. Jó, persze, rúgdaljátok csak a földön. Pacsit, fekvő. Mikrobi, pacsit. Pacsit, makkal, pacsit. Na, van egy kis segítségünk? Tényleg, van egy kis segítségünk. Na, mindjárt utána járunk mindenek.
Varga Lajos kommunikációval foglalkozik. Kommunikációval foglalkozik. A Nemzeti Udíjfizetési Szolgáltató ZRT. Ja, úgy, ja, azt hittem egy dandártábornok. Itt van velünk Lajos. Jó reggelt kívánunk, Lajos. Jó reggelt kívánok, szervusok, uraim, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok. Miért csináljátok ezt a Balázzsal? Hát látod, hogy nincs elég, ha egyszer megindulok a lejtőn, nincs elég baj. Először a freki, aztán a pénzem. Most építetted az autóból egy körforgalmat. Én azt veszem észre, hogy szoktalak hallgatni benneteket, hogy Balázs általában elindul az autóval. Aztán másnap, vagy egy hét múlva, vagy két hét múlva, amikor kiküldjük neki a pódi fizetési felszólítást, akkor szokott eszébe jutni, hogy nincsen elmatricája. De vállalom, hogy befizetem, csak most ez a februári bünti augusztusi levél, ez egy picit szemtelen. Ez egy picit szemtelen. Hoztatok egy kicsit kérdem, mert csak ismerőseim szóltak, hogy rólunk van szó a műsorban, tehát mindenben nagyon szívesen segítek. Persze, mert egyébként musicot hallgatsz. Puhul. Jó van, puhul, megvan, puhul, puhul. Igen. Jó. Milyen, nyertük a kört, nyertük. Érzem. Meg lesz. Pontosan mi történt veled? Elmondom, tegnap megérkezett egy levél tőletek. Aha. Finom volt, meleg, és rajta friss, ropogos. És nagyon örültél, hogy rettenetesen örültem, hogy megint gondoltatok rám ebben az évben hatodszor, de ha ilyen hülye az ember, akkor gondoljatok rám. Ezzel nincs semmi baj. A bajom az volt, illetve az meg tudom mutatni a levelet, hogy augusztus 2-áról szól egy levél kiállítása, viszont a bünti az február. És ugye nekem 15 napom vagy 30 napom van befizetni, hogy 15-ről ne emelkedjen, mint a 59-re. De hogy van az, hogy februári büntit augusztusba küldtök ki? Na? Most elkezdjük percet adogni, mi? Azt se tudod, hogy mit mondjál hirtelen, ne? Ilyenkor nem működnek a panelek. Megvannak a pódi kiküldése, megvannak a jogszabályátok keretek ennek az időbeliségét tekintve is. Na, hogy ugye ilyenkor jön az a panel, hogy természetesen az ilyen jellegű észrevételedet, felvetésedet, problémádat egyedileg kezeljük. Minden esetre, ha a pódi jogos, akkor gondolom egyet értetünk abban, hogy akinek az autópálya használat után fizetnie kell, mindannyian örülünk neki, ha befizeti, hiszen ezek a pénzek valahol mégiscsak az évvégi üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére. Na jó, de mi kell fél év, hogy kiküldjétek, amikor közben már jött június is, amit rendes jogkövető magatartással, és akkor befizettem. Jellemzően ezek a pódiak hasonlóan például egy gyorshajtásos csekkhez is egy héten, 10 napon, maximum 2 héten belül kimennek. Megvannak erre is, ahogy említettem, a jogszabályát adott keretek. Én magam is furcsálom egyébként, hogy ilyen későn kaptad meg is. Azt nem tudom, hogy ez most neked egy alappódi felszólítás volt, vagy esetleg már emelt pódi. Tehát 15 ezer kéne befizetnem. Utána kellene nézni, hogy te egy februári jogosulatlan úthasználat után miért pont augusztusban kaptad meg. Nem jellemző ez az eset. Tehát utaztok rám, utaztok. Na de várja, neked nincs jogszabály. Erre nincs jogszabály? Ezt mondtam Feri, hogy de. Hogy neked mennyi idő alatt kell kiküldeni? Mikor évül el a dolog? Mert vagy elévül-e egyáltalán? Vagy elévül-e? Tehát, hogy visszavigye a postára a Balázs a levelet, hogy nem tudtam átvenni, ne, mert még 4 nap. Abban egészen biztos vagyok, hogy olyan jogosulatlan úthasználattal kapcsolatos levelet nem küldünk ki, ami elévül, tehát nagyon szigorúan tartsuk magunkat a jogszabályát, tehát adott keretekhez. Alapvetően egyébként bármilyen furcsán is hangzik, mi és ez az egyik ugye általam gyakran hangoztatott balel, a jogkövető magatartás elősegítése a célunk, tehát egyrésztről mi akkor örülünk, ha nem kerülünk műsorba ilyen témában. Ha az autósoknak ez egy olyan rutinszerű cselekvésé válik az autópályamatrica vásárlás, mint hogy azt is látod, hogy az üzemanyag szintjelző a piros mezőben van, akkor meg kell tankolnod az autót. Hát most mindenki ideig szeretnénk hagyjuk már ezeket, az egyébként tényleg észszerű példát. Ilyen rutinálványok, de másrészt ugye velünk szemben van az államnak egy bevételi elvárása, tehát mi állami cégként azért felelünk, hogy az úthasználati jogosultságot értékesítsük a közlekedők felé. De ezt tartsa be mindenki meg, aki igénybe veszi, fizesse ki. Annyit szerettem volna kihozni ebből, hogy nekünk a pódíjra és a bírságra vonatkozóan semmilyen bevételi elvárás nincs. Mindannyian akkor vagyunk boldogok, ha az autós tisztában van azzal, hogy hogyan kell, mikor kell fizessen, és akkor itt most megragadom az alkalmat, hogy elmondjam ezt a panelemet. Tehát hogy a hétvégén nyílt napot tartunk. Minden esetben, hát ha rögzül Balázsban is, előre
Tehát a díjköteles útszakaszra, autópályára, autóútra való felhajtás előtt kell megállni. Ezt én tudom. Hogy jutottam el a 160-as kilométerig, hogy nem vetetek észre? Hogy elég jó az országos lefedettségünk. 110 fix ellenőrző kapu mellett 50 darab mobil adatgyűjtővel. Annyira gyorsan mentem, hogy fölborultak. Végeztük az ellenőrzést. Lehet, hogy éppen azon a szakaszon nem volt fix portál, vagy nem állt kint ilyen mobil adatgyűjtő autónk, hogy 50 autó az országban 500 lehetséges mérőhelyen végezheti a jogosultság ellenőrzését. Hát te most megúsztad, hogy a 160-as kilométerig nem estél ellenőrzésre. Nem, hát valószínűleg akkor esett le a leokoplasz a rendszám volt. Tehát addig tartott, és ott valahol a ragasztásot elengedett egy picit. Akkor fordítsuk meg a dolgot. Mi most nem csinálunk ügyet abból, hogy lazul nálatok a munkafegyelem, hogy nem tudtok kiszúrni több száz kilométeren keresztül valakit, aki jogosulatlanul használ az autópályát, ha most ezt elengedik. Jó? Tehát nem köpünk be bennetek sehol. Már csak azért sem, tehát amellett, hogy jogszabály köt minket ahhoz, hogy a jogosulatlanul használatról begyűjtsük a pódiat. Ugye ennek komoly hírértéke van, ha Balázs, és hát most mondjam, hogy szerencsére, de hát Balázs azért negyed évente beleesik ebbe a csapdába. Negyed évente. Gyerekek, én a hónap dolgozója vagyok nálatok. Ha mentek nyarani, gondoljatok rám. Mondani, hogy mire kell odafigyelni, és ezt most nagyon sok százezer ember hallja, tehát minden esetben előre kell megváltani. Ilyen városi legendákat még el tudnék oszlatni. Tehát ha fent vagyunk az autópályán, és nincs matricánk, a következő benzinkúton megveszem, mert ez már réges régóta Lajos, nem nincs. Él ez a városi Lajos. Legenda. Ilyen nincs, tehát Lajos. Előre. Ja, meg lehet váltani interneten keresztül is, mobil alkalmazással, tehát... Lajos. Halló. Nem áll. Júj, de szépen. Megszakadt, nehogy. Gyerekek, nem mondta ki, hogy mennyi az elévülési idő. Én nem engedem el addig, amíg nem mondja ki, hogy mennyi, az hívjuk újra, mert megszakadt. Hívjuk újra, hogy mennyi az elévülési idő. Nem tudjuk, nem mondta ki. Valami homályos jogszabályt nem tudja. Egy hónap, három hónap. Benne vagyok, nem vagyok benne. A C-kódex, én is benne vagyok a C-kódex. Mennyi az elévülési idő? Ezt nem mondta el. Nem mondta ki. Nem engedem. Fogom, mint kutya a csontot. Aha. De jó, hát egyelőre vissza kéne valahogy valahogy adásba. Jó, mindjárt visszavarázsul. Nem teszi fel nekünk. Itt van újra Lajos. Lajos. Itt vagy Lajos? Itt vagyok. Nem pedig csak Sibor. Az igazat mondtam, és a plafon se szakadt rá. Lajos, mennyi az elévülési idő, amíg nektek ki kell küldeni? Gyerekek, a jogosulatlan útszaknálat vélelmezésétől számított 30 napon belül kell nekünk postára adni ezeket. Nem tudom, figyeljetek, én ennek utána fogok járni. És ma reggel mindenki a vendége, ma reggel érjük. Visszajeltek Balázsnak, majd Feritől kapok Balázshoz egy rendszámot, és akkor megnézzük. Na hát nem fogom kiadni a Balázsra. Hát akkor megnézem. Adáson kívül tényleg elmondom, nézd rá, februárja a bünti, és most jött meg. Lajos, ne érezni udáspénznek, de a beugrasz, te is kapsz egy kapucsit. Szuper, viszek nektek Csabai kolbászt is. Csak hogy tényleg legyen valami informatív érték a dolgok, tehát 30 napotok van, ahogy nekem 30, hogy befizessem, hogy ne emelkedjem 15-ről 50-re, nektek 30 nap kifizetni, vagy kiküldeni. Arra érdemes odafigyelni, hogy időben fizessük be, hogy az alappódi a személyautó esetében 15 000 forint, valaki nem fizeti be időben az emel pódíj az már négyszeres összeg, tehát 60 000 forint a nő. Ha valaki azt se fizeti be, akkor az a behajtó céghez kerül, tehát ezzel nem is érdemes próbálkozni. És akkor még egy kérdés, amit szerintem feszegettetek, hogy azt meg lehet-e nézni, hogy van-e jogosultság az autón. Jelenleg erre mindenféle bonyolult adattédelmi szempontok és informatikai fejlesztések miatt a telefonos ügyfélszolgálatunkon van lehetőség, tehát egy néhány hónapja már él ez a lehetőség, tehát a 36-36-587-500-on a telefonos ügyfélszolgálatunk ezt meg tudja mondani a legfelőbb beazonosítás után. A sok pozitív hír után azért még egyet hadd kérdezzek, hogy odáig mikor jut el a fejlesztés, hogy az éves matricát, ha májusba veszem, akkor májusig jó lesz. Az adózási kérdés ez, az. Ez egy díjpolitikai, díjstratégiai kérdés, amelyet a jogszabályalkotó felel. De mi mind plusz azért igyekszünk mindent megtenni, hogy a jogszabályoknak való megfelelésben segítsük az ügyfeleket. Ha igen, ez jogalkotási kérdés, azt hiszem ez egy adózási kérdés, hogy az adózási éven belül kell, hogy megvenni, úgy könnyen. Lajos, nagyon jelenleg köszönjük. Jelenleg a díjrendelet szól erről, és a díjrendelet úgy szól, hogy a bármikor vásárolod meg évközben, az nem is évvégéig, hanem a következő év január 31-ig érvényes. Az éves matrica és a megyei matrica is, ami éves időtartamra szól. Az egész beszélgetésben az a mondat volt a legjobb, amikor azt mondtad, hogy 30 napotok van kiküldeni ezt a csekkecskét. Megnézzük.
Mindjárt mondanál egy rendszámot, jó? Mindjárt mondanál egy rendszámot. Oké. Okay, okay, Lajos, nagyon köszönjük, ilyen flottul itt voltatok. Köszönjük. Jó utat és balesetmentes közlekedést. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kivédi Varga Lajos kommunikációval foglalkozó nemzeti útdíjfizetési szolgáltató ZRT kommunikációs vezetője. Gyere. Ez jó. 15-öcske zsebben maradt Balinak. Nagyon nem maradhatok ezért. Király. Sikerült ezt is úgy elintézni, hogy 30 napukon kiküldeni. Oké, okay, de ha ők ezt tudják egyébként, és nem csak Lajos tudja a cégtől, akkor még küldi ki? Azért, bepróbálkoznak? Mert van, nem, mert vannak beépített embereim, akik eddig tudták visszatartani a levelet. Ja, most már ki kellett küldeni. Három beépített emberem dolgozik. Nagyon jó. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató az ERT-nél, és mondták, Bali, most már ki kell küldeni. Mikor? Február. Küldjétek nyugodtan. És életveszélyes fenyegetésekkel 2,5 millió forint kenőpénzt. Sikerült megsporolni. Sikerült megsporolni 15 000. Drága hallgatók, ti is nézzétek meg mindig egy hónap. Azért ez egy fontos információ. Egy hónapon túl van a levél megérkezés és a szabálysértés, vagy több mint egy hónap telt el. Na akkor? Hát sajnos akkor így alakult. De mindenki vegye matricát, én vagyok a hülye. Ma akkor kiengedhetik most már a haverjaid azokból a nyírkos pincékből azokat a családtagokat, akiket fogjuk lejtettek azért. Engedjétek el őket, srácok, hadd fussanak. 7:30 pontosan 5 perccel jövünk a hírek után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz. Pontosan 1 perc, szóval hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Azt írja egy hallgatónk, hogy... Bali, nem vagyok semmi közszolgálati percnek. Bali, nem vagy semmi közszolgálati perceknek alázva megsporoltál egy délután a hivatalba, és 15 000 papírpénz. Kicsit öncélú, de pacsi. Írja egy hallgató. Hát szerintem azért ezt jó tudni mindenkinek egyébként, nem? De. Ha már nekünk van egy csomó kötelezettségünk, akkor nézzük meg, hogy nekik mit kell betartani. Na? Na, akkor először a hivatalos rész, jó? Aztán a többit odaadom neked. A hivatalos rész, hogy az előbb azt hangzott el, hogy 30 nap. Elküldted a rendszámot. Igen. 30 nap, tehát nem 30, hanem 60 nap a lehetőségük, hogy kiküldjék neked a felszólítást, vagy a csekket. Uh-huh. Na, és akkor az utolsó két... Akkor ezt Lajos rosszul mondta? Igen, vagy? Ő rosszul mondta. Tehát 60 nap. 60 napjuk van, odaadom, hogy beolvasod-e vagy se, azt döntsd el. Te a két utolsó szövegbuborék a rád vonatkozó rész. Hát, hogy ez már nem az, ami meglátszik. Micsoda, de ezt nem értem. Az, amit kiküldtünk neki, az az alappódi összege és az emelt pódi összege közti különbözet. Ott nem lehet, mert az egyik az 15 000, a másik 50 000. És aha, én 15-ről kaptam csekket. De azt befizetted? Nem, ez nem jó. Nem jó. Akkor tovább támadunk, gyerekek. Ezzel még nem. Lajos válaszolt, mert megnézte a rendszámom alapján. Ez nem jó. Uh-huh. Mert ha az alappódi és az emelt összeg közötti különbséget kellett volna, hogy elküldjék, akkor 30. Na jó. Tessék? Lajos, fésüljétek össze ezt a dolgot, jó? És akkor tényleg, amikor már úgy érzitek, hogy minden oké, minden szempont, minden érvel alá van támasztva, bástyázva, és tényleg megfelel a valóságnak, az, amit elküldötök, akkor küldjétek. Hát addig türelmesek leszünk. De utána a jogászaik most nagyon dolgoznak. Igen. Szóval ez így nem jön ki. Mi van a robogózással? Semmi. Nem tudok elektromos, nem beszéltetek le, egyszerűen nem tudok vásárolni Magyarországon elektromos robogót. Én nem akarok benyásat venni, mert szeretném óvni a környezetet, meg az jobban is passzol hozzám. Nem akarok benyásat venni, de spúr vagyok elektromosat. Ez, nem, ez de a nem helyzet? Akarsz semmit venni, te ebben nagyon igazad van. Azt gondolom, hogy van valóságtartalma annak az állításnak, amit te egy picit úgy érzem, hogy egy picit savba mártva. Védjük a környezetet, de rohadt drága az elektromos motor az iskoláján. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire drága. Azt még meg lehet csinálni. De hát ezt már tudtad a múltkor, és akkor azóta nincs előrelépés? Nincs semmi. Nincs. Pedig nem mondtam le a projektről. Lehet, hogy senki nem jelentkezett, hogy Jani, na, vigyed. De nem az a baj, hogy nem jelentkezett meg, hogy nem kapok ingyen egy robogót, hanem az a baj, hogy nem lehet kapni az egész országba sehol. Tehát nem tudok elmenni, megnézni. Én vennék, tehát van egy bizonyos összeg, ameddig el tudok menni. Otthon már megbeszéltem. 30 000 forint. Karácsonyi ajándékcsomag itt kimarad. Virág, születésnap, névnap, karácsony. Jó, te majd azt a boldog arcot, hogy apád robogóz. Ahogy a karácsonyba kerül apád, így majd van, hagyja ahogy robogóz. Majd hallod a kapolyat, hogy tidit. Megjött a papa. Boldog karácsony mindenki. Nem lehet, hogy azért nem lehet kapni, mert ez tévút, az elektromos robogózás. Nem, szerintem... Ne, hát,
Hülye. Ne legyél már! Ne legyél már! Izé, vegyél már jogokat, vegyél benyásnak. Egy liter teszik. Hogy lenne már? Nem is gyárt robogót. Jó, egy liter teszik százon most. Mit maradjunk annyiban, hogy a technológia már rég megvan, csak hát nyilván az olajlobby egy picit erősebb annál, hogy egyelőre. Az a baj, mondom neked, hogy ahhoz, hogy te elektromos járművet csináljál, akkumulátor kell. Igen, és a robogóban nem fér el. Hát dehogy nem. Dehogy fér el. Hát a Teslának is a teljes padlólemeze majd, hogy nem akkumulátorból áll, érted? Hát a robogóban... igazad van, tehát hogy nehezebbek, mint egy azonos teljesítményű benzines robogó, az teljesen egyértelmű, de hát utána néztem a kínálatnak, azért már ott vannak olyan gépezetek, amik ugyanúgy mennek egyébként, tehát a benzinesek persze nehezebbek, de hogy de miért nem veszel 50 ezerért egy 50 köbcentiset, vagy 125-ös, és próbálod ki, hogy lemész a Lidlbe, a Spárba hétvégén, elmész a piacra, veszel biogabonakolbászt, azt hazamész. Próbáld ki, ne egyből vegyél egy drága motort. Megmondom neked ki. Miért. Azért, mert a metalártnak nincsen saját kutya, onnan lophatom a benzint, konnektora viszont van. Hát ilyen, az én autómból. Ilyen egyszerű. Kiviszed, kigy rányítsz, megszívsz egy csövet. Mondjuk én gázolajas vagyok. Igen, nem az nem lesz. Mindegy, azt majd elcserélem. De szívsz 5 liter gázolajat tőlem. Elcserélem. 5 liter benyára, aztán kész. Nem? Kicsit szokjálás. Szerezzünk egy mocit, egy picit. Mit csináljak veled? Egy picit szokjál. Itt, hogy szokd meg a... Nem, majd ne, azt nem szeretném. Ne, mert a kis szakállat nagyon dörzsölde. Hát így, támasz már. Most már jó lehet, akár jól is lehet még. Úgy szeretném, ha motorozná. Komolyan úgy szeretném. Én is szeretném. Ezt még meg akarom élni. Figyelj, már megvan egyébként. Azon, hogy ő nem fogja. Már lekromoztattam egy tildis is akott, hogy hívják a 45 utánról, majd Magyar Néphadsereg állományából, érte, megvan már amerikai zászló. Nem amerikai egyébként, hanem déli, keresztes. Déli? Persze az a menő, tudod, hogy azzal járnak a csopperesek. És majd üvöltött, hogy born to be wild. Így van. Most írtam már golymotorosoknak, és hát a bevesznek. Tudod, mi lesz a szép, hogy ennek nincs hangja az elektromos robogónak. Ja. Hát majd veszünk hozzá azt is. De gyakorlatilag egyébként az első saroknál fognak elcsapni. Nem. Mert még csak nem is hallják, hogy jössz. Hát majd rakok, hogy hívják egy magyar kártyát a küllőkre. És majd kerepel. Na jó, visszatérünk még erre. Novemberig ezt még visszaszerkentjük. De én is akartam kérdezni tőled valamit. Mit? Kérdezz meg 8 után. 8 után kérdezem meg? Jó. És akkor most tudunk egyet játszani. Írd föl. Tudod, az a demencia azért már ilyenkor felmét. Igen, mert mindegy, amit is csak, hogy tudsz-e nekem szerezni elektromos robogot. Játsszunk már is itt a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívronom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt. Halló. Jó reggelt, sziasztok. Zoli, hello Zoli. Igen, Zoli vagyok, sziasztok. Igen, általában azért ezt el szoktam csinálni, hogy hívják el, most úgy megörültél neki. Zolikám, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. És mit dolgozol? Vagy otthon vagy? Hát én nem dolgozok, én mert telekommunikációs technikus vagyok. Hoppá. És ez mit akar valójában? Hát igazából egy cégnél telefonokat szerelek, hát körülbelül ennyi nagy vonalakban. Milyen ezek ilyen matártelefonok? Nem, mobiltelefonok. Ja, mobiltelefonokat tartasz karban akkor egy telekommunikáció cégnél. Mondhatni így is. Jó, te telefonkarban tartó vagy. Igen. Hogy rájöttem? Uh-huh. Szépen összetevődött. Hát, hosszú nem volt könnyű. Összetettük. Na, és szeretné játszani. Még egyszer, bocsánat. Hogy szeretné játszani. Hogy szeretnék játszani? Nem, mondom, és szeretné játszani. Igen, nem, hogy szeretné játszani. Nem értettem, bocsánat, nem értettem. Ezt is tudtam. Mi van itt? Na figyelj ide, mondom neked, hogy mi van. Híres ember, szólásmondás, tárgy és város. Ezekből tudsz választani. Legyen város. Legyen város. Indítjuk az órát, fél perced van, az órá is indult, figyelj. Sorávjúzamlab. Oj, de gyönyörű. Jön még egyszer. Sorávjúzamlab. Sorávjúzamlab. Balmazújváros? Oj, de szép! Nem van, oh, de jó. Megfejtés, így van. Balmazújváros. Nehéz volt.
Hát ez valóban nehéz. Ki segített? Hallottam ott valami másik hangot. Igen, kollégám. Ő már mérnök. Mondhatni mérnök, igen, már magasabb szinten van. Magasabb szinten van. Még egyszer, most tényleg nem volt könnyű, szép megfejtés volt. Küldünk egy jó kis ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük igazából. Nagyon szépen köszönjük. Megosztoztok? Többeteknek lesz? Azt szerintem neki? Igen. Jó. Nem vagyok irigyenbe. Helyes. Már ilyenkor nektek bent kell lenni? Igen, bent kell lenni. Most túl óra van aztán. Most ilyenkor bent kell lenni. Túl óra, akkor bent maradtál? Hát bent, már bejöttem korábban. Letúlórázza. Tehát nem úgy van, túlórálunk, mint nem tudom más cégeknél, hogy késő maradunk, vagy tovább maradunk. Ah, bejössz, és akkor csinálod. Így van, és akkor hamarabb végzünk. Nulladik óra. Az jó. Jó. Hát még is. Zolikám, ügyes volt, tehát tényleg szép megfejtés volt. Köszönöm szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. Gyorsan nézzünk egy-két friss közlekedést, ma kevesebbet foglalkoztunk még ezzel, de ennek az oka alapjelvével, hogy minden rendben van. Uh-huh. Kevés a közlekedés sírünk, sőt, mi több. Talán ha jött egy-kettő. Hát köszönjük szépen. Azt látom, talán egy se. De itt van. A Fiumei úton konténeres karambolozott két autóval a főgáz előtt a Nagyvárad tér felé, és egy sávot elfoglalnak, emiatt van egy kis torlódás, 82-es főúton Olaszfalunál BMW kontra Opel, Doggy Style találkozó. Vinci. Köszönjük az egészen pontos. Nem ebben az aspektusban. Igen, egészen pontos leírást. És Bábolna után az M1-es 104-es kilométerénél tuti van ellenőrző kapu, az alatt, hogy mentél át, kérdezi egy hallgató, de hát ez már egy régi történet, megbeszéltük, visszatérünk még rá. 5 perc, ma pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, Klassz FM hallgatók! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek! Drága hallgatók, itt vagyunk! És már is folytatjuk. Tessék kielvezni a jó időt, a napsütést, a meleget, az augusztust, mindent, ami azzal jár, hogy az ember hideg dinnyét egyen a teraszon a gyerekkel, hogy nézze, ahogy a gólyák kezdenek gyülekezni, és fejükbe veszik a költözést, ahogy a fecskék az utolsó pillantást vetik rád, és ők is útnak indulnak. Mert vége a nyárnak holnap. Nagyon aranyosak a fecskék. Nagyon aranyosak, igen. Most még. Bárhol leszart egy kávézás közben. Honnan tudod, hogy fecske volt? Mit? Honnan tudod, hogy fecske volt? Kakiról. Fölnéztél, és azt mondod, elkaplak? Megkóstoltam. Ezek közül is ismerem a fecske. Na jó, hagyjuk ezt. Tehát, hogy virágnak nagyon tetszett. Nagyon szórakoztattam. Mondtam, hogy ott hagyom egy picit. Aranyos, ilyen kis kunkori volt. Ilyen kis fejét. Meghagytam, megszáradjon. Hál' Istennek olyan szort, mint a jó volt a pólom is, úgyhogy nem nagyon látszódott rajta. Szaga sincsen. Akkor az úti fecske volt. De, kis cuki kákán, most érted. Ebben a pillanatban kezdték kirakni a kék háromlábút a Nánási úton. Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Encsnél kint állnak a rendőrök, mindenki vigyázzon. Valamint Szeged környéken az 55-ösön is rendőrök kergetnek egy-két embert, úgyhogy ott is vigyázzatok. M1-es 86-os kilométerén a hídról mérnek rendőrök Hegyes Halom felé. Dávid 94 küldte nekünk. Valamint. Ennyi. Tulajdonképpen ennyi. Nincs más. Nyugalom, békesség. És egy nagy taps újra hosszú Katinkának. Így van. És minden két aranynál tart. És ő az egyetlen az olimpián minden versenyző közül, ugye? Igen, most még ő az, aki... az egyetlen, akinek kettő aki duplázott. Ilyenkor hol tartod? A kis szobádban, tudod, a szálláson? Vagy mit csinálsz vele? Hát ez egy jó kérdés. Nem? Szerintem Sén szobájában van, és ő alszik vele. Erősen átölelve. Nem tudom, hogy miért a közbiztonság. Viszed magaddal mindenhová, vagy odaadod a szövetségnek. Bár ő velük nincs jó, valakinek, hogy vigyázzon rá. Katinka elveszítette. Ellopták. És ilyenkor egyébként a pénz is duplázódik? Igen. Igen, persze, ahány arany, annyiszor kapod meg a lóvét. Igen? 60-acska. 30 millió egy, azt tudom, ugye bent volt nálunk a mobnak az elnöke, de ha többet nyersz, akkor is mindegyik után jár. Mindegyik után jár, és ez nettó, tehát ez készhez kapod. Az... Szerintem ebből nem adóznak. Remélem, hogy nem csúf lenne. Igen. 40% nyeres. Igen, nyere, igen, nyere, igen, 30, akkor az azt mondja, hogy 18. Tehát akkor az 60 millió. Nem, az jó, az tisztességes, plusz meg ugye lesz majd a kis évi járadék is. Majd később. És hát még nincs vége. Bajnokoknak. Hát bőven nincsen vége, csak mondani akartam, hogy holnap ilyenkor már simán előfordulhat az, hogy 6
olimpiai érmünk van, mert hogy ugye férfi 200 méter pillangon Cseh László és Kenderesi Tamás, ott akár még a legfényesebb is kinézhet, ha az alapján, hogy Kenderesi Tamás kétszer is megverte Michael Phelps-et. Hát a Phelps nem altat, gyanús nekem. Mindegy, most várják föl. Igen, legyen így, amit mondasz. Hát is női 200 méter vegyes, ugye, döntő, hosszú Katinka. Tehát, hogy akár az is előfordul, hogy holnap ilyenkor már 6 érmünk van. És én biztos vagyok benne, hogy lesz közte arany. Hát reméljük. És a Katinka tudjon eleget pihenni, mert neki ott lesz még előtte majd a pillangó is. Egy órás különbséggel lesz, ugye? Egy elődöntő, meg egy döntő. A pillangó, meg a vegyes. Hát csak tudják, hogy mire neveznek be, hát azért, nem? Hát úszni kell pillangó. Csak tudják, hogy annyira neveznek, amennyit le tud úszni, nem lesz baj. Na, ha már Katinka, nagyon helyes interjút olvastunk az ő nagypapájával, aki azt nyilatkozta, hogy felhúzza éjszakára a Weckert, amikor Katinka jön, és ott ül a tévé előtt, sőt, mitőbb azt mondta, hogy együtt tempózott az unokájával, és hát ugrálnak a tévé előtt a nagymamával. Hosszú Katinka nagypapája, úgyhogy arra gondoltunk, felhívjuk, hogy egy kicsit mesél nekünk, milyen tényleg az embernek a saját unokáját látni így tévében, és hát tényleg milyen érzés lehet az, amikor ott állsz, hallgatod a himnuszt, majd az unokád a vízbe ugrik, és végig lélegzed, végig tempózod vele az adott távot, amit éppen az unokád úszik, és aztán a nagymamával együtt örültök a sikereknek. Hát és látod, éjjel a tévé előtt. Ahogy tényleg egy álom válik valóra. Úgyhogy te edzetted az unokádat még nagyon kiskorában, tehát az első karcsapásokat te tanítottad meg neki, az első mozdulatot, és aztán látod, hogy úristen, ott van az olimpián, és egyik arany, másik arany, nagyon nagy csoda. Igen. Itt van velünk Bakos László, Katinka nagypapája. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok önöknek is! Jó reggelt kívánunk! Na, hát pont erről beszéltünk, hogy azért ez az éjszakai tévé előtt izgulás, ez egyébként simán, amikor az embernek nem a hozzátartozója úszik, akkor is megterhelő. De hát amikor az ember unokája úszik, hát az lehet a... annál talán nincs is keményebb. Fel kellett húzni a Weckert, hogy felkeljenek tényleg? Igen, mert azért már kezdünk fáradni, benne vagyunk a korba, és úgy magunktól nem ébredtünk volna fel. 3 órakor csörgött a Wecker, és akkor kiugrottam az ágyból, szóltam feleségemnek, hogy jöjjön, úszik a Katalin, és akkor itt már vártuk, hogy mikor kerül sorra. Hát nagy öröm, meg az egész családnak, meg hát gondolom másnak is. Hát hogy nem mindenkinek, persze. Aranyos napra ébredtünk tulajdonképpen, ez külön öröm, hogy az én unokám szolgáltatta ezt az aranyat. Laci bácsi, azt tetszett nyilatkozni, hogy együtt tetszett lélegezni Katinkával, hogy együtt tempózott? Sőt, együtt úsztunk. Tényleg? Azt hogy kell elképzelni? Hogy tehát állt a tévé előtt, és... Nem álltam, ültem, csak a kezem, lábam járt közben. Tényleg? És amikor mellett úszott, akkor mellúszásba, gyorsnál, gyorsba? Tehát... Hát úgy rángatoztam, hogy én is haladjak. Közelebb jött a tévé, megmozdult a szín. Ez a reflex az emberben benne van, és akkor, mikor már kezdett a vége felé menni, akkor itt mondtuk együtt, hogy gyerünk, húzd meg, Kata, jó, de jó. És amikor beért a célba, akkor azt mondja, nagymamája, hú, de elfáradtam. Helyes, édesem, hát ez nagyon helyes. Nagypapa és nagymama ott úszik a tévé előtt. Nem csak a boldogságban az adott szám után, hanem közben is. Igen, segítünk neki, hogy jobban menjen. Az a fajta elszántság, meg fanatizmus, ami most jellemzi a Katinkát, jellemző volt le gyerekként is? Hát meglehetősen céltudatos gyerek volt, és hogy mondjam, volt olyan, hogy ilyen korosztályos csúcsokat szeretett volna felállítani, és kitűztük cél elé, hogy száz gyorsan majd produkál valamit, és ez sikerült is neki. És utána, mikor ez megvolt, utána még kétszer javított ilyen korosztályos csúcsot, 200 vegyesen, pontosan az Egerszegi Krisztinának a korosztályos csúcsát sikerült. Nagy példakép. Igen, szerette nagyon az Egerszegit. Látszott ez már egyébként fiatal korában, ahogy szoktam mondani, hogy jól fekszik a vizen? Ez lehetett rajta látni már egészen kiskorában? Na most a helyzet az, hogy én elfogult vagyok vele szemben, én láttam már kiskorában is benne a nagyúszót. Én is mindig belelátom a saját gyerekembe, de hát ez majd csak az idő dönti el. Az honnan látja az ember, hogy jól úszik, ennyi, vagy ennyi van a mozgásán, nem? Hát nem egészen, mert a vízszekvésén azt már mindjárt lehetett látni 3 éves korában, hogy nagyon jól fekszi a vizet, és a fejét simán beletette a vízbe, tehát nem kellett külön vízhez szoktatást, meg ilyesmit csinálni. Ezt a vízhez szoktatást a bátyja elintézte, mert
amikor fölöttek együtt, akkor locsolta a fejére a vizet a kádba, úgyhogy ezzel hozzárocsok. Hát nem csoda, hogy jól úszik az ember, nem a gyerekkorában a fejével, a bátyja locsolja a fejét vízzel, akkor az teljesen érthető. Na, és mi várható még? Vagy egy nagypapa mit mond még, hogy ugye van még ugye a 200, ugye, ha jól mondom, 200 vegyes, ugye? Hát ez az is egyfajta fő száma tulajdonképpen? Hát nem tulajdonképpen, ez az a legfőbb száma. A kettő pillangónál van most, hát hogy mondjam, egy kis gond. Mi attól félünk. Én is. Mert ugye valamelyiket le kellene mondani. Mert nagyon sokat azért délelőtt leüszni egy kettő pillangót, meg délután ugye a középdöntőt, meg még a döntőt. Még akkor is, ha Kata nagyon ki tudja magát vihenni, egy kicsit soknak tartani. Van rá hatása, hogy esetleg rácsörög és azt mondja, hogy Kata, nagypapa vagyok, hallod ezt a pillanatot, dobd már. Mamával én beszéltünk. A nagymamom megígérte a kedvenc túrós rétesedet, ha dobod a pillanatot. Nem, sajnos nincs. Na és milyen úgy lemenni az utcára ott Baján, hogy az embernek van egy olimpiai bajnok nagyon unokája? Nagyon kellemes, nagyon jó, hát akiket ismerek, azok már rám csörögnek, meg szólnak, meg már messziről gratulálnak, és akkor megállítanak olyan idegenek, akiket én nem ismerek, de ők tudják, hogy én kihez tartozom, és akkor azok gratulálnak, mert a mi lányunk az nagyon jól úszott. Mondom, igen, a mi lányunk az sikerült neki teljesíteni a célkitűzést. Na jól van, hát akkor mi is drukkolunk, természetesen, meg szerintem sokan. Milyenkor utána kicsit visszatetszik még aludni? Tényleg, ilyen jó lemegy a nagy izgalom után. Majd, hogyha az olimpiának vége lesz, akkor alszunk. Hát kell átállni egy kicsit éjszakai üzemmódra, nem? Hát úgy néz ki, igen, úgy néz ki, hogy egy kicsit át kell állni, de hát nem baj, ez legyen a legnagyobb gondunk. Hát ez egy kellemes terv. Az bizony. Laci bácsi, drukkolunk nagyon Katinkának. Mi jó, is, jó egészséget. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, drukkolunk. Köszönjük szépen, Bakos Lászlónak, Katinka nagypapájának. Milyen jó lehet, nem? Az unokád úgy, emlékszem, hogy a szüleim még ugye felkeltek az Egerszegire Szöulban, és engem is keltegettek gyerekként, hogy kelj fel, kelj, de az a dába. Aludtál vissza. Nem, én voltam, Tamás volt. Hadd aludjak, mert akkor ugye Egér úszott Szöulban, hát és ott is ugye időeltolódás miatt éjszaka, ahol sose felejtél, mert ennek az unokája úszik, hát azért az szenzációs lehet, igen. Mikor van? Tehát ma este már? Vagy ma? Hát a hajnalban, három. Hajnalban? Igen, na, igen, hát holnap hajnalban, mert van, aki általában elfelejti egy napokra lebontani, jó lenne, hogy picit változtatnak már ezen, mert hogy az már ugye holnap van, holnap hajnalban nekünk 3 óra magasságában. Kicsit talán később. Ja, akkor arra jövünk, reméljük, hogy van új arany. Hát, zseniális lenne. Azt mondja, hogy már nézem is nektek, egészen pontosan mondom, nem is 3 óra, 4:29. Hát az viszont jó. 4:29. Hát akkor fönt vagyunk. Nekem 5:30 szól először az óra. Na jó, de mindig lenyomod. Az igaz. Adj még 5 percet. Én fogadok, csak adj 5 percet. Igazatok van. Hát én 6 perccel később kelnék. Azért nem fogok felkelni. Hogy már 6 percet. Tehát ez a dominózus említett pillangó. Nem, ez a 200 méter vegyes döntő már. Holnap és előtte reggel lesz még ugye két pillangó előfutam. Aha. Azzal van a gond. De hülyén van ez, tehát hogy úszol 2 pillangóban, mint előfutam, utána gyorsan egy másikban úszol egy döntőt. Hát majd... igen, ez a saját döntésük volt, tehát ők hogy így neveztek. Indulni, vagy se. Tehát ezekre neveztek, hát ez benne volt a pakliban. Hát ő meg Shane, a férje, edzője, biztos el fogják tudni dönteni azt, hogy ennyi idő elég a Katinkának arra, hogy reggelen állódjon, de hát mondom, csak azt mondja, hogy nem találom. Jó, oké, a lényeg, hogy föl kell kelni, gyere, holnap feladatom, mindenkinek föl kell kelni. Fél öt előtt néhány perccel. Na, van egy friss közlekedési hírünk, talán ezzel segítünk néhányatoknak. Az M1-esen a 86-os kilométernél most tették ki 3 lábút, vigyázatok. És van egy bringás, aki az M1-esen a 115-ös és a 116-os kilométer szelvény között az elválasztó zöldsávban szeretne keresztbe átmenni. Nem áll. Lehetőleg ne üssétek el. Az 1 órával ezelőtti csávó szerintem. De ő a 7-esen ment. Ő ja, akkor még ő a 7-esen volt. Most átkerült valaki az M1-esen. Keresztbe próbál a 115-116-os szelvénél átmenni. Úgyhogy mindenki vigyázzon. Jó? Erzsébet hídon hatalmas dugó van, most mentek össze 3 Pest felé. Az egyik ukrán, úgyhogy biztos rendőri intézkedés lesz, Robert. Robertot küldte nekünk, köszönjük szépen, és a Nánási úton is készülnek mérni. Na,
Vicces reklámmal rukkolt elő egy autógyártó cég, nem tudom, hogy láttátok-e. Az alaptézis szerint a fiatalok könnyen felelőtlenné válnak a volán mögött. Telefonálnak, SMS-eznek, szelfiznek, esznek, nem az útra figyelnek. Hát ezek ugye ismerős tünetek, ismerős jelenség. Főleg, ha a korosztályukkal együtt utaznak, és kitaláltak egy felfújható instant fatert, ami arról szól, hogy az anyósülésen egyszer csak ő megjelenik, felfújja az autó, vagy egy önműködő szerkezet, ami működésbe lép, mert állítólag akkor jobban tudunk viselkedni. Hogy az apám ott ül mellette. Hogy apád ezt egyszer érzem, csak, hogy igen. Mindjárt jön a tasnél, mit csinálsz megint, hülye gyerek? Igen. Igen. Hát tehát megjelenik a fater, felfújja saját magát az autó, megjelenik a fater, hogy téged figyelemre intsen. Uh-huh. Egyedi faterokat is lehet gyártatni, tehát ami hasonlít is az apukára, vagy pedig egy ilyen standard faterről van szó. Mert az nem biztos. Kicsit kopaszoló, kicsit bajszos, hogy hívják. Hát minden országban máshogy néz ki a standard fater. De van olyan munkású, a svejci sapka. Kinek mi a standard fater, igen. Tulajdonképpen megjelenik, az anyósülésen felfújja az autó, és rád szól, hogy kisfiam, tedd le a telefon, tedd le a sajburgert. Aha. És ne viselkedj így, hogy viselkedsz az autóban. Dohány, izzadság és rövid ital szagava. És káromkodik. Folyamatosan. Ez a kép, ez maradt meg mindenkiben. Ez szomorú valóság, ha ez maradt meg mindenki, vagy ez a kép mindenkiben. Ez is. Emlékszem, amikor először ugye nálunk úgy lehetett vezetni, hogy megszerezted a jogsit, 17 volt, akkor aztán 17 évesek voltunk, és akkor a fater mondta, hogy nagyon jó, ez nem idézném, mert csúnya volt, hogy ló akármit se ér, a jogosítványod, mondtam, hogy de, és mentem az a büszké, hogy apa itt van, megcsináltam, mondta, hogy na majd akkor ő megtanít, hogy mi a helyzet. Fölültetek a szekére? Fölültünk a szekére, mondta a fater, és ahogy a lovak kikanyarodtak balra, én tartottam a gyeplőt. Odáig nem jutottunk el. Mert abrakoltatni kellett. Persze, és megítatni meg a lószart összeszedni az útról, hát persze, nyilván. Nem, 100 métert mentünk, amikor mondta, hogy na most megállsz. Besatúztam, kinyitotta az ajtót, az enyémet is kinyitotta, kiszállsz, átűsz az ülésre, nem értesz te semmiért. Ez volt, így volt? Úgy mondtam, hogy jó van, apa, köszönöm. A hit a legfontosabb, köszönöm. Hogy saját apát higgyed benne. Igen, de aztán engedett egy kicsit, de volt az elején voltak nálunk gondok. Tehát egy jó apa, az tényleg vigyáz a gyerekére. Akkor ti nektek nagyon sok közös volt azért, persze. Vagy közös vonás. Igen. A két öreg szerintem egymással jó kérdés. Így van. Feri sokszor mondhatta a faternak, hogy elfater, ma már itt áll, ne itt. Ne vezess. Te ma már ne vezess, megy. Add át nekem, igen. Na jó van. 8:30 lesz pontosan 5 perc, egy pici zene, és aztán már is jövünk vissza. Pontosan. Münchenben már szakad az eső, hideg, őszies idő van. Nem már. Élvezzétek még a jó időt, ma gyerekek, Szaszka. Na, őt is le. Kalocsán. Az 51-esen Maja felől egy vegyes páros igazoltat a benzinkútnál. Kicsit remegjen a hangot. E már most Budapest felé a 214-es Kobra 11 filmet forgat, Laci. Tényleg Kobra 11-et forgatnak? Vagy ez csak poén? Mert remélem a lányom hallottam. Ja, azért, a lányom imádja. 86-84-es, 90-es hidrómérnek könyves nanni. Mire akarsz ezzel után? Ki vagyok azon, hogy Eccleston pilótája tervelte ki az emberrablást? Igen, a szemét. Hallom, hogy beszéltetek erről, de hogy én ezért meg vagyok. Hallom, magáról a elrablásról. Így van, arról, hogy előkerült ez a két a nem normális, aki bele, azt gondolt, hogy belenyúl a tutiba, hogyha a Bernie-nyosát elrabolják. Na de várjál, Bernie nyilatkozata, egy fillert se fizettem volna az anyósomért. Ez egyébként szenzációs, és kiderült, hogy az Ecclestonnak a pilótája tervelhette ki az emberrablást. Rommá keresed magad. Fuvarozod a világ egyik legnagyobb tejhatalmú, a világ egyik leggazdagabb ember. Egy milliárdos tökét mindenki is van a földön. Nyilván meg is vagy fizetve. Igen. Jól keresel, jó állásod van. Mész Bernie-vel, ahol helikopterezik Bernie-t, ott megkapod a helikoptert, elhozod, vezeted. Bernie nem ül be akárki mellé. Megbízik benned. Erre elrablod az anyósát. Ezt tudod, mi lenne, mint hogyha a Viki anyát elraboltatná a Zsül.
Itt ül mellettem. Ezt etetem, itatom, viszem mindenhova. Így van. És hát tud mindent rólad, meg az anyósról. És erre bolyanál Viki anyjának. Érted? 4 órában, hogy elüldögél a pult szélén, érted? Jól el van, mindenki kedves hozzá, mindenki becsüli, tiszteli, szereti. És közben elrabolná az anyósomat. Kifigyelné, hogy mikor jön át a mama. Így van. Taxival jön. Taxisofőrnek álcázná magát, elaltatná a taxisofőrt, beülne a taxisofőr helyett, és elrabolná a mamát. És ez olyan, mint a Bernie pilótája. És mindenkire Zsűr. Gondolnál. Csak Zsűrre nem. És bejönne reggel. A Gyulára, Ákosra. Yeah, úgyhogy a mama egyébként nála lenne. És egyébként a pilóta az úgy jár továbbra is Bernie-vel? Tehát mikor ellopták anyut, akkor azért ugye voltak Forma 1-es futamok, tehát nyilván Bernie ment. Igen. És jött a csávó, mintha mi sem történt volna. Halló, főnök, mi történt? Úgy került egyébként a São Paulo-i rendőrség látóterébe, hogy lenyomozták a telefonhívásokat közte és a másik két vádlott között, a két emberrabló között, és kiderült, hogy volt telefonhívás. A hülye még csak nem is vett egy telefont, és le is tartóztatták egyébként. Ő róla mondja most azt a rendőrség, hogy ő az, aki kitervelte magát az akciót. Az agy. Az agy. Hát. Azt gondold el? Saját telefonról hívni az elkövetőket, hát az mi kell? De hogy neki egyébként tényleg mi hiányzott? De valószínűleg tök jó meg volt fizetve. Tényleg repkedhetett az egész világban mindenfelé. Nyilván látod tűz közelben. Jó, de a hát... A nagy gazdagságot azért ott egy picit elcsorol. De a tétet is látod. Tudod, mit mondanak? Nincs az a rakott szekér, amire még nem fél. Tudod, hát van ez a mondás, és azért ez így van. Nyilván Bernie pilótája rommá kereste magát. De azért, amíg le lehet Bernie-ről gombolni 63 millió dollárt, nem tudom, milyen összeg volt. Tehát minden idők legdrágább emberrablása, mert hogy a legnagyobb pénzt akarták a mamáért kicsikarni. Szemetek voltak arról, hogy beszéltetek, hogy videókat küldöztek Bernie-nek? Nem. Videókat a küldtek Bernie-nek a mamáról, illetve más emberrablásokról, hogy mit csinálnak az áldozatokkal. Uh-huh. Bernie azt mondta, hogy az volt a legszörnyűbb, amikor lefejezéseket kellett nézni, mert ilyen videókat is küldtek az emberablók, de még ekkor sem jutott eszébe, hogy fizessen az anyósáját. Mondta ezt, nem tudom, a BBC vagy az IT, nem tudom, melyik riporternek, hogy nem nagyon gondolt arra, hogy ő fizetne. Nem, nyilván hát ez egy policy is, hogy nem fizetünk emberablóknak, tehát belőlem pénzt nem szedtek ki, de Bernie nem szívajos azért. Nem? Csávó mondta folyamatosan, hogy olyan Bernie-nek a helikopter. Tényleg? Főnök, én fizetnék. Főnök. Az mi, hogy ott ülsz, vezeted a helikoptert, és hallott, hogy közben Bernie intézi a telefonhívásokat, mert erre bolták az anyósát, te meg nagyon nyomod a pedálokat. Azt mondtam, azt mondatot, te nem hallottad, nem voltál pont, hogy ugye Bernie azt mondta a brazil rendőrségnek, hogy én tudom küldeni a magánhadseregemet. Azt arról beszéltünk, igen, hogy Bernie, igen, azt a biztonságpolitikai szakértő is mondta, ugye a Tarjányi, hogy Bernie-nek valószínűleg... Azért ezt a mondatot hallod, a pilótaként úgy nyelsz egyet. Meg nem is azt tett, hogy a helikopter együtt dolgozol ez az emberrel, biztos, hogy hallottál egy csomó olyan üzleti beszélgetést, amit a helikopterben telefonon keresztül intézett el, vagy pedig a belső rádiórendszeren keresztül. És amikor azt hallottam, itt tudom én századszorra, hogy nektek végetek van! Egy gombot nem fogtok eladni ebben a rohadt, büdös világban soha az életben! De ha tovább szórakoztok velem, a holnapot sem éritek meg a... és ott ülsz, vezeted a helikopter, és valószínűleg volt egy pillanat... El kéne rabolni a anyósát. Volt egy pillanata emberünknek, amikor rájött, hogy nem fog Bernie fizetni. Azt képzeld el. Igen. Tehát amikor már rájössz, hogy ez nagyon nagy hiba volt. Pénz nincs, te már valószínűleg benne vagy, meg fognak találni. Bernie egy életen keresztül egy gödör alján fog téged egy égő vasvillával halára kínosztatni a magánhadseregével. Többet a büdös életben nem vezetsz valószínű helikoptert, mert hogy emberünk nem nagyon fog állást kapni. Egy szürke októberi reggelen valahol egy londoni mellékutcában ő eltűnik. Igen, valószínű. Nem? Amikor beindítaná az autóját, történik majd vele valami, mert Bernie valószínűleg nem felejt. És ez egy bizalmi állás, hogy te helikopter. Ezzel visszaélni. Az, és mikor jöhetett rá, és hogy milyen körülmények között mi lehetett az a mondat. Lehet, hogy Bernie csak annyit mondott nekem, amikor már 5-5 szere kérdeztem, hogy fizet, hogy ja, jó van, törődj a saját dolgodon, menjünk, mert már flamos vagyok. Figyelj elképesztő. Zsűl, hol taxisofőr volt be? Nem tudom, elrabolja a taxisofőrt, és beül helyette, és úgy rabolja el az agyosomat. Én ezt mondtam. Mindig onnan jön a döfés, ahonnan a legkevésbé várod. Igen. Vesén fogsz úrni egybe. Azzal nem jár jól, abból nincs pénz, ha csak nem veszik ki a vesémet, és nem próbálja meg eladni. Bernie nem szívajos. Én lenyilatkozni, egy forintot sem fizettem volna életet szerelméért, meg az anyjáért, nem? Hát azért az kemény. Hát jó, hát most ő a szerelmi. Meg akarta ő menteni, csak nem így. A szerelméhez ragaszkodik, nem az anyósához. Hát, minek Bernie-nek magánhadsereg? Azt hiszem, minek anyós. Minek Bernie-nek egy magánhadsereg? Érted? A Forma egy ura vagy, testőrök vigyáznak, hát minek neki még egyébként külön magánhadsereg? Valószínűleg sok ember tyúk szemére lép, nem?
ott azért vannak, hát azért vannak történt, összeférhetetlen dolgok. Ez az egy-két zsarolás, meg nem lefizetés, ne. Szóval azért, és milyen lehet bőrni magánhadserege? Mennek vele mindenhova? Biztos vagyok benne, tehát a, ő az az ember, aki... Három ilyen MI6-es csávó ott áll, izért? Beszél bele a hajtókába. Elképesztő lehet, nem? Na, ennyire gazdag vagy, amikor már tényleg nem tudod. Szerintem ez tényleg teher. Tehát az, hogy mindig, ez a fajta gazdagság? Mindig fut egy csávó az autód mellett, és rajta van a keze a kocsidon. Hát azon súlyen, tudod, itt az amerikai elnök őrei. Hát szerintem, hogy nem léphetsz ki a házból, nem mehetsz sehova nyugodtan. Ott nincs olyan, mint te, hogy fekszel a haverjaiddal a izét a Balatonban, és sárral dobáljátok egymást, megvan a bőrni. Hát nincs. Nyilván nem. Nem lehet. Hát ez ritkán. Igen, a Balaton sem. A Szemes Istvánon, ahogy iszonyatos icapacával nagyon hátba dobom a kis fehér aljával, hogy jön ki egy kis kávali napszövegbe. Bőrni. Azért az érdekes lehet. Na, mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrásra. Jó, figyelj, mindenki, aki játszana velünk. Mutatjuk. Ó, jó, ez most egy visszafogyasztható volt. Jó, kettő darab dalcím. Vagy pedig kettő darab előadó. Erre lenne szükség, ha játszanátok hármas ugrást. Mutatjuk még egyszer. Ez gyerekeknek való feladat. Úgyhogy most gyerekek is játszhatnak. Gyerekek is játszhatnak. Sorsoljuk, hogy kiolvassa a híreket. Igen, három közül. 0-70-645-00. Legyen zsűr, addig sem konspirál. Igen. Látom, SMS-ezik valakivel. Félek, hogy el akarja rabolni az anyósomat. 0-70-645-00-00 az SMS számunk, drága hallgatók. Ha szeretnétek hármas ugrást játszani, írjátok meg, mit hallottunk. Nagyon egyszerű dolgotok van szerintünk. Most, ha küldtök kettő darab dalcímet, kettő darab előadót, akkor lesz lehetőségetek játszani. Ez egyik. A másik, hogy Juli Szabin van, vagy nem, van most itt Juli? Van, láttam, itt van, parádézik. Itt parádézik? Aha, találkoztam vele. Bejött ártatlanul, valakinek hozott egy kávét, itt parádézik. Ja, de csak ért itt a folyosan. Jött ártatlanul a folyosan. Tette magát. Dobálta magát itt, igen. Szóval Gyulival folytatjuk, mert kedv van, úgyhogy Gyuli rovata jön nem sokára, 6 perc pontosan. Hát is alakultál, hisz elkezdtem. 6 perc rohadék. 6 perc pontosan, 9 óra, jövünk Gyulival a hírek után. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Eltűnt. Érted? Eltűnt. Nem az anyósa tűnt el. Nem tudod, hol a francba van. Nem az anyósa tűnt el, ő tűnt el. Kellett neki rángatni a Zsülnek a bajszát. Érted? Ennyi. Ez lett volna egyébként a B-terv, de most átlépett az A-tervre. Ennyi. Mit csináltál vele, és mennyit kérsz érte? Aha. Sokat. Szépen megfogalmazott terv. Sokat. Aha. Ugyanúgy fogunk rá reagálni, hogy Börnén reagált az anyós elrablásra, hogy büdös fillért nem adunk érte. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Majd nekem kell először... a pénz, elektromos robogó. Így van, amikor először a fülét elküldöd, majd akkor veszük komolyan az egészet. A telefonja itt van? Hát ez akkor mindegy, jó. Legalább marad valami a gyereknek is. Kalocsán az 51-esen baja felül egy vegyes páros igazoltat a benzinkútnál. István M3 Budapest felé a 214-es kilométernél Kobra 11 filmet forgat Laci 73. Szerintem ez valami igazoltatós rendőr. Az lesz, az lesz. A gyerek már jelezte volna egyébként. Igen, hogy már ő ott van. Szereti? Imádja. De mit? Mit szeret benne, hogy autókkal üldöznek más autókat, és néha felborul valaki? Neki az a durva egyébként, hogy ezeket a kamú családi drámákat is imádja. Van belőle, tudod, ez a családi titkok, meg hogy hívják, meg sötét múlt, meg mit tudom, hogy minden. Színészekkel vélig rosszul eljátszott igen, családi igen. drámák. És imádja őket. Volt egy, talán a múlt héten volt egy maraton, amikor ilyen 4 órán keresztül tolták ezeket így zsinórban egymás után. Gyereket nem lehetett le. Robbantani se a képernyőről. Mi a kedvenc? Ja, ez a családi titkok. Gratulálok. Apuka, de nem tudom, jól nevelték. Hát te nem nézted. Én tolom egy igényesebb irányba, érted? De az anyja. Egy Evil Dead, hát egy Holtak hajnala, érted? És akkor ez ilyeneket néz. Tényleg szégyen, nem értem. 9 óra múlt 10 perce Julcsi következik. Na mi van, Zsül? Nincs itt tényi a főnök? Már magadhoz már számolgatod a lóvé. Történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt
a Morning Show-ban. Jó reggelt mindenkinek. Hello. Képzeld, a főnök nincs, eltűnt, nem tudjuk hol van, ha tudsz valamit meg. Hidegás a víz, csak a vezérigazgatónál van, és ezért most olyan berúgta az ajtaját, és megpróbálja felfeszíteni a hűtőszekrényt, ami a váltás volt azóta le valakatól. Gyerekeim táborban vannak, tehát egy fotón éppen azt láttam, hogy a Lidike egy örökbefogadható cicát ölelget. És jaj, azt haza fogja hozni. Nem tudom, remélem nem fog beállítani egy macskával. Nagyon szeretem a cicákat, én egyébként egy kutyapárti vagyok, de szeretem a cicákat is, de én nem szeretem. Semmilyen állat nincs otthon? Teknős békánk az van, én takarítom. A vérteknős. Ez a bajom, érted, hogy megveteti a gyerek, tehát előadja a gyerek, hogy de hidd el, apa, hogy én fogok rá vigyázni. Én etetem, én takarítom, én sétáltatom, én nevelem, és már a második nap azon kapod magad, hogy hajnali négykor lem vagy azzal a rohadmány kutyával. Nem, már szerintem egy hétig a rohadmány gyereket kéne mondanod. A rohadmány gyerek aranyos kutyájával. Kutya nem tehet róla. Tényleg ez, hogy vesz neked egy teknőst, neked egy macskát, neked egy kutyát, neked egy kanárit. De az igazság, hogy nálunk a férjem ígérte be a gyerekeknek. Ne, hát neki elég könnyen. Se vagyok otthon, gondoltam. Úgyhogy elvileg születésnapra Lidus kap egy kutyust. Hát nem tudom, ott azért font valamelyik olvastam egy amerikai ügyvéd iratott egy szerződést a gyerekeivel, 10 pontba foglalta, hogy mi nem lesz az ő dolga. És abban a pillanatban, ahogy megszegik ezeket a szabályokat, el fogja ajándékozni a kutyát. Nagyon jó, ez kegyetlenség. Tehát, hogy ez a kutyával szembeszedni, ez egy tök hajas dolog. Nyilvánvalóan nem ajándékoznám el a kutyát, hogyha egy szakadó eset nem ajándékoznám el. De hogy ajándékoznám el, minek nézett engem? Hello, Juli! Hello, Balázs! Sziasztok! Szia! Be kellett fizetnem két autópályacseket, ne arra, ugye, hogy gyorsan le kellett ugrarom. Jött értem a rendőrség. Itt vagyok, nem csak volt egy kis fontos megbeszélni való. Mi újság? Éppen arról beszélgetünk, hogy a gyerekeim táborban vannak, és hogy a Lidu egy cicát ölelgetett az utolsó képen, amit az óvó néni felrakott a Facebookra. Azzal, hogy haza lehet vinni, úgyhogy attól félek, hogy a Lidi a hátizsákjában egy macskával meg tudja jelenni. Mondd, az jó duma, hogy a szomszéd néni már megígérte, hogy ő vesz magának, és átjöhetsz majd. Nálunk a szomszédnál kutya van, úgyhogy ez teljesen jó. Nálatok mi lett a kutya projekt vége? Én leállítottam, én megmondtam, hogy oda a negyedik emeletre se milyen állat be nem teszi a lábát. Nem. Ott van Velence, át lehet menni, barnának a keksz, ott van a macskája, lehet simogatni. Anyád letagadja, de úgyis ő volt ez, aki mondta, hogy nem hozzá. Nem, én vállalom. Én soha nem hazudnék neked, Csoma. Vállalom, én megmondtam neki. Szerintem állatkínzás, és ne kezdjük írni, hogy de jól érzi magát a mopszakalat. Macskában mi a baj? Macskában nincs baj. De az hogy odaszarik, és neked kell takarítani a második napon, az alomra, és akkor az alomra kakál. Tehát, de egy csomó mindent meg elvesz a gyerektől. Tehát, hogy mit veszel? Az ebédjét, azt nem hiszem. Nem, volt egy kutatás, kimutatták azt, hogy például azok, akik kisállatot tartanak, sokkal kevésbé fogékonyak, például daganatos megbetegedésekre. Csináltak egy kutatást, mert hogy a kutyának meg a macskának vagy olyan tulajdonság, hogy elszívja azokat az energiákat. Rossz sétálni, hogy simogatott, hogy kiegyensúlyozottabbak a gyerekek. Tehát egy terápiás jelleggel se rossz egyébként a házi állat. De mi halad tartunk a Velencei tóba, azt simogatják, érted? Meg a macska más, mert most elmész nyaralni, a macska 3 napig el van, az is jó. A kutya vinni sétálni, de a macskát nem kell kivinni sétálni, a macska megtan az alomra pisik. Egy macska szerintem kevésbé tragédia. Ha vállalt be, most még lesz egy macskája. Megy a francba. Miért? Majd átjárunk mi is. De olyan könnyen vered más farkával a csalán. Tényleg volt egy hétig, sünötök volt, vagy mitek volt? Nem tudom, annyi mindenünk volt már. De mindig elkerülnek tőletek ezek az állatok. Együtt az ember a gyerekért megtehet. Egy macskával nincs sok gond. Aha, jó. Én allergiás vagyok a macskára, úgyhogy nekünk nem lehet macskánk. Ha majd egy hónapja már gondozod, meg ott van nálatok, akkor szólj. Nem lesz, hát allergiás. És szerintem picit én is. Én is köhögök tőle. Akkor ne legyen macskája. Hát most mit tudom én, mit mondjak? Macskája nem lesz, így van. Talán kutyája egyszer lesz, de az se nagyon tapsikolok egyelőre még neki. Na, mit hoztál? Kiszámoltam, hogy... Most tök érdeklődő voltam. November 19-éig elvileg, hogyha mindenféle szabadságolás meg mindent beleszámítunk, akkor elvileg nekem már 10 alkalmam van. És egy kicsit megpróbáltam előre tervezni, hogy mik lesznek majd a témák, és úgy jött ki, hogy 3 sikamlós téma lesz, vagy legalábbis 3 sikamlósabb. És 7 uncsi, így van. Nem, a másik hét is izgalmas lesz, vagy érdekes, hát tudjátok, igyekszem olyan témákat hozni, ami még nem volt, hogy kipróbálni. Végre újra szabad leszel.
kipróbálni olyan dolgokat, ami valószínűleg sok embert érdekel, de hogy keveseknek van hozzáférése ezekhez a dolgokhoz. És hát az egyik ilyen alkalom az pont ma lesz, a háromból. Ma mész valahova? Nem, ma mesélem el, hogy hol voltam. Ja, hogy már mesélsz is. Masikamlós lesz. Masikamlós lesz, igen, úgyhogy már lehet izzítani a klaviatúrát, meg tolkok. Ne mentegetezzünk előre. Mondd, hol voltál. No, szoktatok meditálni? Balázs, te jössz. Messziről indítod ezt a dolgot. Van az úgy, hogy az embernek van rá ideje. Igen. Sajnos nem rendszeresen. Tanultátok is, vagy próbáltátok, gyakoroltátok? Igen. Én pár évvel ezelőtt voltam ilyen meditációs gyakorlatokon, mert... Milyen típus, vagy milyen? Vipasszana. Oly, de szép az te. Neked is van a szigetre. Én meditált összer is Switchpasszanával. Igen, Switchpasszanával, de aztán Vipasszana. Téged is mondok majd ilyen gyerekenetet. Vipasszokban én vagyok a legjobb, higgyetek el. Próbáltam autodidakta módon elsajátítani, de ez így nem sikerült, úgyhogy elmentem annó egy tanfolyamra. Ez egy új építésű házban volt, ahol a szomszédban állandóan megszólalt a Dankó rádió, miközben mi ott ültünk egy órán keresztül elzsibbadva. Próbáltam kiüresíteni a gondolataimat, de egész egyszerűen nem sikerült. Tehát nekem ez valahogy nem működött, ha otthon gyakoroltam, akkor a gyerekek zavartak, ha ezen a gyakorlaton gyakoroltam, akkor meg a szomszéd zavart. Nekem nem jött össze ez az elcsendesülés, nem ment valahogy. Pedig állítólag azt mondják, hogy nagyon klassz, mert hogy egy csomó új dolgot tanulhatsz meg önmagadról. De lényeg az, hogy egyébként nyitott vagyok az ilyen dolgokra, és egy hírlevél jött velem szembe. Az utcán jött egy hírlevél? De ott sétál. És azt mondta, én vagyok a hírlevél. Szia Júli, én vagyok a hírlevél. Lapos belim. Szia hírlevél. Kézen fogva a tűrcsivel a South Parkból. Ültem az internet előtt, olvasgattam mindenféle oldalakat, és egyszer csak jött egy hírlevél, hogy orgazmus meditáció. Wow! Na ez már igen. Figyelek. Minden reggel átélem. Csak erre tudok már felkelni. Meditálok. És? No, hát én nem tudtam, hogy mi ez, meg akkor nem is kerestem rá, csak azt mondták, hogy azt írták, hogy ez egy bemutatóval egybekötött. Aha, nagyon jó. Na mondom, hát akkor ezen ott a helyen, mert ez érdekes lesz. És felhívtam a szervezőt, hogy szeretnék elmenni megnézni. Hogy vette mondtam. Fel? Halló, orgazmus meditáció? Aha. Nem, van egy intimitás központ, aki ilyen jellegű... Intimitás központ. Ez a nevük? Igen, intimitás központ. Így van, akik ilyen jellegű programokat szerveznek. Tehát, hogy így gondolj bármire, és az ott megvan. És mondták, hogy hát igen, lesz egy ilyen workshopjuk. Lesz egy ilyen workshopjuk, hogy nyugodtan jöjjek el, szeretettel várnak. Én azt gondoltam, hogy egyedül, vagy rajtam kívül legfeljebb még egy-két ember lesz ott. Ehhez képest 35-en voltunk a teremben, alig bírtunk leülni. Hallották, hogy mész? Sokan. Nem. Ebből 30 férfi. Nem, fele-fele arányban igen. Voltak férfiak, nők. Mikor beléptem az előtérbe, ott várt az a Zsolt, akivel nem tudom, emlékeztek el, az intimitás gurmé, aki a P betűs szavakban topzódott, miközben igen. Csinálta nekünk a sztéket. Mindenhol ugyanaz a 30 ember van. Ez a 30 beteg. Igen. Balázs nem ér rá. És mikor beléptem a terembe, akkor ott ült és már jógázott az a nő, aki nekem annó a mesztelen jógát tartott. Te figyelj, hát ez mondom, mindenki ismeri egymást. Ez egy kicsi, mondták, hogy szia Juli, hello! Illusztris társaság. A deviások köre. És lényeg az, hogy ha azt mondja nekem valaki, vagy azt hallott, hogy orgazok, tehát én azt gondoltam, hogy ez valami olyan gyakorlat, hogy megtanítják, hogy hogyan lélegez, vagy milyen gondolatokat kell magad elé vizualizálni ahhoz, hogy egyszer csak jó legyen, vagy hát gondoltam, hogy ez valami technika. És aztán kiderült, hogy ez nem, ez egy páros gyakorlat. Akkor már úgy gondoltam, hogy akkor ebből hogyan lesz bemutató. De Zsolti már jelentkezett is. Leültünk egy nagy terembe, égett a villany, rohadt meleg volt, barom sokan voltunk, és akkor leült velünk szembe Viktória, aki saját bevallása szerint life designer. Ez nem derült ki, hogy ez pontosan mit akar. Ő volt az oktató? Igen, ő volt az, aki az előadást tartotta, hogy pontosan mi ez az OM, amit csak ezek után én is, meg ő is OM-nak hívott. A történetről azt kell tudni, hogy ez a slow mozgalommal együtt jelent meg. Slow food, arról bizonyára hallottuk már, ami arról szól, hogy baromira pöröksz az életben, mindennen nagyon-nagyon gyorsan átszaladsz, és ezért kezdj el egy kicsit tudatosan lassítani, éld meg a pillanatot, éld át, mert annyira pöröksz, hogy mindenről le fogsz maradni. És akkor kezdj el például lassabban étkezni, figyelj oda az ízekre, dobzódj bennük, és a slow food-dal együtt megjelent ez a slow sex.
fogalma is, amibe belekerült ez az OM, ezt egy amerikai nőci találta ki, aki rendszeresen tart ilyen programokat, ahol vegyes párosok alakulnak, és segítenek egymásnak. De tök ismeretlenül odaülsz egy hapshoz, és azt Amerikában. Mondod, hogy te vagy az én párom ma estére. Amerikában, igen, ez így van, illetve hát oda mehetnek párok is, partnerek is. És itt Magyarországon ez úgy nézett ki, hogy volt ez a Victoria nevű hölgy, aki előadta azt, hogy szerintem ez miért egy jó dolog. Uh-huh. Na, és mi történt? Könyörgöm, mondd, hogy mi történt. Tehát ott ültetek, igen. De most rögtön, mi mőjem lehet. Nem, hát csak mondd, hogy már 10 perce vezetett föl, és még nem hallottunk semmit. Tehát leültetek, ott ült Victoria. Igen? Ott ült Victoria, elmesélte azt, hogy ez azért nagyon klassz, mert hogy ott vagy ott abban a pillanatban, a testedben, hogy kapcsolódsz a partnereddel, és hogy micsoda mélységei vannak a szexualitásnak, amit mi nem is ismerünk, meg nem is érzünk, de hogyha ezt az ómot, ezt gyakorolod, akkor mennyivel bensőségesebb és kiteljesedettebb lesz a szexuális élet. A partnered melletted ül, hátad ül, egymásnak háttal vagytok, kezét fogjátok. A Victoria, hogy hát ez ugye egy bemutatóval egybekötött demo lesz, aha, és hogy hát, hogy ne legyetek nagyon zavarban, ezt kolléganőmmel, Brigittával, aki egyébként annó nekem ezt a mesztelen joga órát tartotta, ő rajta fogjuk demonstrálni. És akkor Brigitta fogta a ruháját, és így lehúzta. Mesztelen revet között? Nem, hanem volt rajta. Mi? Volt rajta bugyi, igen, meg melltartó is. Egy előadó teremben? Igen. Aha. De ezt úgy, hogy hát annyira tőlem, mint te ülsz, körülbelül 1,5-2 méterre. Nem érnék meg, láttam a mesztelen nőt. Most az előre, ez még nekem inger küszöbön belül van. Hát úgy nem láttál szerintem még egy ilyen szituációban, hogy 30-an ülnek melletted, és várják a sót, tehát hogy valami történni fog. És akkor mondta Victoria, hogy hát ez úgy zajlik, hogy megágyazunk ennek a helyzetnek, és akkor oda kitette a kis párnákat, és lefektette Brigittát, aki lefeküdt, szétette a lábait, és akkor megjelent mellettem egy fej, két fej, akik így elkezdtek így felemelkedni, és akkor mondta a Victoria is, hogy nyugodtan álljatok föl, készítsetek rajzokat. Ja, hogy mindenki gyűjjön körétem, a köréjük, kettőjük köré. Van, aha. És nézzük, hogy mi történik most. Igen, ő ledobta a ruháját. Ledobta a ruháját, és akkor ez a Vicky nevű hölgy, ez így felé ült, vagy fölé ült. Beleült az arcába. Igen, nem, és aztán olyat olloztak. És azt mondta, hova ült a Vicky? Ha te hátadon fekszel, akkor igen, nagyjából az ágyék a magasságára. Kifekült a hátán a tanár. Hát most éreztem, nem értem, utasd meg a Ferin. Na, tessék, gyere! Átette a szemléltető eszközön. Nem, csak az egyik lábát. Tehát tulajdonképpen oldalt ült rajta, és akkor azt mondta, hogy a bal kezét, illetve a jobb kezét behelyezi a hölgy feneke alá, ott lefog. Várj, gyerekek, ez egy Laukon csoport, én nem értem. Mi van? Tehát valaki lefeküdt egy ti tehát, álltatok a színpad előtt? Igen, én lerajzolom. Okay. Valaki feküdt. Igen. Így fekszel, lent vannak a kezei. Lefeküdt a földre, okay, felhúzta a lábait, felhúzta a lábait, összetette a két talpát, és ettől mint egy virág így kinyílt. Spárgába, akkor kinyílt. Nem spárgába, mert összetette a talpait. Igen. Összetette a lábait, és kinyílt. Így van. És a csúnyájához benyúltam. És mi meg ott ültünk ezzel szemben. Bár volt fehér nemű a csajon, de pillangóba. Ott feküdt pillangóba. Igen. Szituáció volt az egy egész. Bugyiban. Egy bugyiban, igen. És akkor Victoria mondta, hogy akkor most én így felét helyezkedem, ugye nem probléma. Nem, semmi nem, van. Nem. Igen. Áteszem rajtad a lábad, ugye nem. Ja, bement a két lába közé. A két lába közé, hát bakker, tényleg lefeküdt, áttette rajta az egyik lábát a csaj, jó, másik lányom. És alá nyúlt a fenekének. És akkor azt mondta, hogy igen, akkor fogjuk a jobb kezünket szépen, és alá csúsztatjuk a popsia alá, és akkor itt ezt a hüvelykujjunkkal befogjuk, majd fogjuk az bal kezünket, és akkor elkezdjük finoman. De maga a technika ismerős, csak ennek miközben van, hogy hívják hozzá? A ómhoz. Hát mert azt mondod egy idő, hogy nem. Ja, hogy van egy kis ellenállás. Igen, ez egy 15 perces gyakorlat volt, 15 percen keresztül tartott a bemutató. Az amerikai változatban ott nincsen fehér nemű a nőn, itt volt fehér nemű, azért tették. Na most hirtelen elugrottunk a végig. Mi történt abban a 15 percben? 15 percen keresztül. Pulzusa egy kicsit. De mi történt? Mit láttunk? 15 percen keresztül az egyik nő a másik nőnek a legérzékenyebb pontját simogatta. Igen. Ingerelte, igen. És megmondta, elmesélte azt, hogy hogyan a mobiltelefonja. Hogy amikor a nagypapája hazajött a donkanyarban. Sóhajtott, Viki, sóhajtott. Négyzet
négyzetméterről négyzetmilliméterre finoman haladni fentről lefelé. Aha. Lentről fölfelé. Igen, te örömet szerzett neki. Hát igen. És Brigi örült? Brigi nem örült, mert mivel folyamatosan beszélt közben a csaj, ezért nyilván kiesett ebből a intim. Mert eredetileg egy olvasókörre jött volna. Igen, Brigi nem értette, mert egy termékbemutatóra jött, ahol mágneses ágyat szeretett volna menni, meg két teflon készletet 50 000-ért. Erre ott feküdt bugyiban, és valaki macírozta a csúnyáját. És mondta, hogy engem nagyon palira vettek az előző termékbemutató, illetve bónuszbrigád. Voltam beváltani a teflon kupon. Brigi nem értette. Hogy... Elnézzük, kicsit félszeg vagyok, csak gondolni akartam, hogy azért jöttem csak végig, mert ma a bibliakör elmaradt. Itt lehet leértéket sütőt venni. Jó. Ez a Briginek nem volt jó, mert hogy a Viki az folyamatosan magyarázott, tehát igen. Hogy nem volt Zsolti ott nagy... pedig HD-ben rögzített, és ez is egy picit zavaró volt, hiszen egy hatalmas broadcast kamera volt a fála. Nem volt ott nagy kiteljesedés, de tulajdonképpen nem is ez volt a lényeg, hogy ott a csúcsig elrepítse, meg hát azt mondják, hogy ugye ennek nem is az a lényege, hogy elérjük a csúcsot, csak egy kellemes velejárója, vagy mellékhatása. Jó, és akkor azt mondták, hogy Júli, légy szíves. Nem, hál' Istennek, nem mondtak semmi ilyet. És lényeg az, hogy véget ért ez a negyed óra, vagy 20 perc, mert hogy ugye hosszabbra nyúlt, akkor közben a Brigi feküdt, miközben a nő rajta magyarázott, és akkor elmondta, hogy ha fentről lefelé simogatod, akkor az úgy leföldel, és levezeti az energiákat, míg ha felfelé húzod, akkor az tele lesz, energetizál, és hogy mennyire sokat mélyít a kapcsolaton, hogyha a férfi és a nő tulajdonképpen nem is kell ennek kölcsönösnek lennie, hanem csak az adásról és az elfogadásról szól ez az egész, de a történet rettenetesen bizarr és furcsa volt, hogy mi ott állunk. De utána volt páros gyakorlat, hogy akkor most próbáld ki ezt a partnereddel, Józsikával. Aki ott átmellett, kicsit túrta az órát, és ettől a téli szalámi szendvicset, mondta, hogy jó, mikor próbáljuk ki, mikor próbáljuk. Semmi, végignéztetek egy ilyen félnyomorult, ilyen kis nem izgatást is, de nem inkább hazamegy. Ez hát te milyen vagy, bakker. Egy ilyen félerott a termékbe mutatott, végignéztetek Brigivel, aki ott feküdt, mert nem tudta, hol van. És a hapsikért, hogy mit csináljanak? Ez zavarodottan beszélő Vikivel. A hapsik voltak egyébként sokkal nyitottabbak, mint a nők. Azt láttam, hogy a hátsó sorban volt egy párocska, akik már ettől az egésztől nagyon beindultak, mert ott a pasi egyfolytában gyömöszölte a nőnek a nyakát, meg a hátát, meg már rázta a haját. És neki döntött a Leonel. Neki döntött a Lambériának. Szóval, hogy ők már ettől az egész bemutatótól jó hangulatba kerültek, de igazából itt nem az volt a lényege, hogy akkor itt most ezek után akkor láttátok, mit kell csinálni, és akkor mindenki keressen magának egy párt, és akkor próbáljátok ki magatok, hanem magát a gondolatiságot, a technikát akarták megmutatni, hogy akkor otthon ezzel. Tehát megideologizálták azt, hogyan kell idegen embereket pettingelni. Tehát, hogy ebben nincsen semmi. Tehát, hogy ennek a lelki része, hát hagyjál már. Mi az, hogy ezek a kóklerek. Ezek kóklerek. 30 embert levettek 10 000 forinttal, hogy pettingjenek egyet a színpadon, amit sem sejtő Brigivel, a teljesen kókler Vikivel, nem? És akkor egy elmagyarázták, megideologizáltak ezeket, és elmondták, hogy egyébként igen, ez mi az a másik sík, ami mozogsz ebből a bűnös, hogy mit fogsz, nem, semmi. Tehát, hogy, de van igazából a tantra, meg van a kundalini, meg van a szexuális energia, ami felébreszthető bizonyos jóga technikákkal. De hát ezzel a félbolond Vikivel, meg a szerelemmel. De most miért félbolond? És az is fura egyébként, hogy neked nem esett le, Júli, amikor odalépett hozzá, de egy ilyen srác, és azt mondja, hogy Lajos vagyok, targoncás, a nagyban írott földelnél vele. A kedvenc bici mackos boxer alsomba rajta, felmehetek virágba. És azt miért nem mondta? Egy kicsit tigrises. És azt miért nem mutatta meg, hogy a férfiakkal mit kell csinálni? Mondta, vagy legalábbis mutatta, de hát azt csak Brigin tudta bemutatni, mert hogy Pasi az nem volt, akin lehetett volna demózni. Igen, és a Brigi végén felállt, és azt mondta, valaki nem látta valaki a ruhámat, mert azt mondta, hogy beállották. És akkor most megkapom az ajándékedény készletet. Egy bugyiba ment ki a busz megállóba, és máig sem ért, hogy ki volt az a fura nő, aki a bugyjába matatott. Egy kis nyáriúba volt, 100-szor szépekkel, nem lát esetleg valaki? Szeretnék hazamenni, ha már teflon nincs. Brigi azóta üveges tekintettel néz magára, és nem tudja feldolgozni, egy idegen nő matatott a bugyjába. Nem, hát ez abszolút az ő beleegyezésével, sőt, ő vállalkozott erre a történetre, tehát hogy ez le volt közöttük beszélve. Hát hanyat fegő pillanatban. Érted, sok választása nincs az embernek. Nem értitek ti ezt. Na, nem. Mert én azt gondolom, hogy vannak igazán jó helyek, és vannak olyan helyek, ahol valóban el tudsz tanulni, vagy el tudsz megtanulni meditálni, vagy vipasszana meditációt, de mindig félbolondokhoz mész,
akik elolvasnak egy cikket, majd azt hiszik, hogy meg tudják tanítani a Vipassana meditációt, és idegen nők bugyába turkálnak. De nem figyelj ide, tehát, hogy persze, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy megragadom a lehetőséget, és mindenkit megkérek arra, hogy akkor ómozzunk együtt, és leszel-e az óm partnerem, mert egyébként voltak itt ilyesmiről szó, tehát ez a Viki nevű hölgy, ez beszélt arról, hogy felkért, és nem derült ki teljesen számomra, hogy ezek idegen vagy barátok voltak, akiket megkért arra, hogy legyen az óm partnere. Aha. Tehát akivel kifejezetten ezt a fajta lelki gyakorlatot végzi. Hát, lehet, jó, ekkora ilyen félművelt közhelyparádé, nem? Magányos látmányosak kitalálnak magukat egy tanfolyamot. Figyelj, nyújj be a bugyimba. És mit mondogass a közben? Figyelj, hallottam ezt az ómot. Mondd az ómot, az mindenhol beválik. Na, az mi az? Mi az? Mantra? Nem mantra? Ne, elektromos ellenállás. Mondd az ómot, kicsit nyújj be a bugyiba, gomboljunk rá, rúg 3 kiló délre, otthon vagyunk, eszünk valamit, 2-kor már fekszünk a palatinuszon. Nem? Úristen! Ezért tart itt ez a spirituális ébredés, mert rengetegen félre mennek. A Rezső otthon nem enged semmit, de jöjj ez a sok hülye sznob. Ezekkel bármit meg nem csinál. 30 ember, figyelj, 3 kiló meg vagyunk, nem? Kicsit ott matadsz a bugyiba. Nézd, azért mentem el erre a programra, mert azt gondoltam, hogy itt valami olyasmi fog történni, amit viszonylag kevesen ismernek meg, vagy látnak. Engem is érdekelt, hogy egyébként mit lehet kihozni egy ilyen orgazmus meditációs előadásból. Hát ez Magyarországon így zajlik, az, hogy külföldön hogy zajlik, azt nem tudom. Azt el tudom képzelni egyébként, hogy nyilván, hogyha ha egy olyan bensőséges viszonyban vagy a partneredvel, vagy a pároddal, és tényleg belassultok, és negyed órán keresztül nem egymásnak estek, és mindent elintéztek, hanem tényleg csak arról szól, hogy a párod téged milliméterről milliméterre haladva kényeztet, és te ez alatt, az idő alatt találkozol. És mennyibe kerül? Egyébként, hát ez a workshopokhoz képest egyébként szerintem meglepően olcsó volt, bár ez ugye relatív. Na, de 4000 forint volt. Tehát akkor az... És még fizetnek is. 120 ezer forint, terembérlet, 6 plusz áfa. Az meg majd is marad. Ugye? Hát meg akkor az még 114 még kézbe marad. Kicsit leadozott. Tök igaz. Csináljunk már egy ilyet, Jani, kettem. Aztán kimegyünk kettem után a Palatinusztra, számolgatjuk a és még kerestünk is. Én bedobok egy csomó ilyen félspirituális közhelyet. Csinálunk, nem? Csinálunk egy ilyen féltantra, valamilyen ómeditációt. Te felmész gyertyába. Kimutatsz, nem? János. De akkor legyen a János, a beépített ember. Igen, és akkor János. Megjön az ászakába egy szemüveg. Ön ott uram, jöjjön fel a színpadra. Kijövök, te választasz egy partnert tetszőlegesen, majd mindig mutatom egy ilyen, hogyha egy lézerfénnyel, tudod, így oldalról. Tudod, megjelölöm neked, hogy kit választottam aznap. Felhúzod a színpadra, érted, én matatok rajta, hómozok közben meg. Jön 30 félbolond, lerántjuk őket 10 000-re, előadunk ott valami mantrázokként neked kettőt, így csinálunk egy ilyen transzcendentális meditációt, mert az most talán nagyon jól hangzik. Leszedned róla. Nem néznek érted. Utána. Utána osztozunk. Kettőre már benn vagyunk a hullámban. Így van. Két hét alatt meg lesz az elektromos robogó. Kettőkor már vidáman pancsolunk, jövő héten robogót veszünk. Nézd, Feri, hát állandóan mész hétvégenként műsort vezetni, meg mi egy év, át kellene állni egy egészen más vonalra. Hogy mekkora igény lenne rá? Hát de figyelj, de mondom, tehát én azt gondoltam, hogy nem lesz ott senki. Ehhez képest tele volt a terem? Tele, hát tehát félbolondokkal tele a világ. Hülyeségre mindig van bevő. Hülyeségre mindig van bevő. Mindig van az ember 5000 forint, amit le lehet gombolni. Jó, figyelj, hát és most hány dolgot akarsz még? Azt mondod, hogy még 3 ilyen van, amit kipróbálsz? Tehát ugye 10 kell. A tervben. Igen? A sikamlós tervben. A sikamlós tervben még 3 sikamlós. Van 3 olyan dolog, amit igen, azt gondoltam, hogy azzal még itt a vége előtt kiverem egy kicsit a biztosítékot. Jó. És akkor ezt úgy megnézem. De a többi is szórakoztatónak ígérkezik, csak az nem. Hát nézd, ha Éva tartja, vagy Viki. Igen. Nem, tehát Viki tanfolyam, az összes el kell. És ott lesz Zsolti is. Igen. Egyébként jó hangulatú volt, és akkor ennek az egésznek, ja, és az a történet lényege, hogy amikor túl vagytok ezen a negyed órán, akkor oda kell tenned a tenyeredet. Mindenki kap zsebkendőt. Igen. Akkor oda teszed a tenyeredet, és leföldeled a nagy energiákat, megint találkozik. De hova, Brigi mellé? Hova teszed a kezedet? Itt a lába. A nagy izzást. Te mentetek oda, aha, és mindenki oda a Brigihez. Nem, ezt a partner. Tehát miután már majdnem extázis közeli állapotba hozzuk a nőt, vagy akár el is éri, akkor az egésznek a levezető gyakorlata, vagy mozdulata az, hogy negyed órán, vagy 10 percen keresztül rajta pihentetjük kezünket a dombom,
és akkor elmeséljük élményeinket. A saját dombon, vagy a partnered dombján? A partnered dombján. Na, így van. És akkor te is, meg a partnered is elmesélitek, hogy milyen élményekkel gazdagodtatok ez alatt a negyed óra alatt. Uh-huh. És akkor utána még lehet erről. És akkor valaki kap egy kis ultradermet, ingyencek meg. Ugyanitt leértékelt edénykészlet eladó, tudod? És akkor hazajössz, meg kérdezel, hogy halat ettél? Atya úristen. Srácok, én mondom, azért keresem ezeket a helyzeteket, aha, mert szerintem amikor meghallottátok a kifejezést, nektek is felcsillant a szemetek. Mit hát, akarhat ez a kifejezés? Igen. Én is elmentem rá, nekem is felcsillant a szemem. Elmentem, megnéztem. És otthon már használtad? Nem. Azért ezt megnézem, még, hogy Mirónak bedobja, hogy menjél föl gyertyába és kezdjél el lomozni. Tehát azért az... De te ezt nem csináltad meg a végén. Ezt a... Nem, de hogy is, nem. Földelt. Nem földeltem, nem. Viki földelt. Na, menjünk ki áros ugrás játszani. Puszi, Juli, köszi. Ciao, jövő héten. Nem vagy, hogy gyűjtsél erőt. Két hétig most tudsz témát vadászni. Áros ugrás játszunk, már itt is van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Az oké, hogy Gyuri elmegy, de hogy Vikinek milyen igaza van, nem? Ezt kell csinálni. Hát csinálni kell ilyen tanfolyamokat. Hát mindig 3 kilót. Mennyire? 3 kilót, hát 2 kilót kaszálsz. A legperverzebb vágyaidat kiéleted, lóvét is kapsz érte. És negyed óra volt az egész. Na? Briginek kicsit melós, merő még mondom, most is ott ül valahol üveges tekintettel egy busz megállóban. Lehet, hogy betakarták így, érted? Látokattak egy ilyen izével, egy ilyen kockás. Én az egész sztoriban Brigit sajnálom. Kezébe olyat egy pohár kihűlt tea, és nézd mag el. Na, halló, itt van a hallgatók már is. Halló! Sziasztok! Hello, ciao, hello. Hogy hívnak? Gábor. Hello, Gábor, honnan hívtál minket? Innen nagy fővárosba, Budapestről. Budapestről, jól van. Mivel foglalkozol, Gábor? Én fuvarozással. Fuvarozással, jó. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem abszolút. Hát egy ilyen könnyű. Könnyedecske. Könnyem? Na, így szól az első kérdés. Melyik uralkodó család tagja volt Magyarország utolsó királya? A Habsburg. Így van, nem, tökéletes. És tökéletes választ adtál, mert nem csak azt mondtad, hogy Habsburg. Így van, menjünk tovább? Hát, próbálkozzunk. Morning Show. Azért meditáltam a kérdéseken eddig. Igen? Igen. Om orgazmus meditáció volt neked is? Persze, mondom. Milyen állat a gödény? Így szól a második kérdés. A gödény? Az olyan kis ilyen rákcsáló. Azt hiszem, azt gondolnám. Nem gödény. Gödény. Iszik, mint a gödény, szokták mondani. Akkor nem. Az a pelikán, egy madár. Ez egy madárféle. Igen. Olyan, mint a pelikán, vagy igen, az hasonlít. Akkor nem. Vagy az, vagy nem az. Hát szerintem ne segíts többet. Nem, jól mondod. Igen, az a pelikán. Akkor így jártunk már. Gábor, hát ez rövid volt, pont a második kérdésnél, ahol ugye nincs búmozási lehetőség. Ja. Na, köszönöm szépen. Ez az első nagyon ezt... szép volt. Az gyönyörű megfejtés hát, volt. Hát, így van. Ennyire jó voltál töriből? Hát, akadt néha, igen, tanultam, néha bejártam. Habsburg Lotharingiai, ez egy nagyon szép megfejtés volt, le a kalappal. Viszont nincs ajándékcsomag, sajnáljuk, ne haragudj. Jó, oké, köszönöm szépen. Ennyire nem a tragikus. Köszönjük, ciao. Hello. És ektelen pedig jött a rettek. Viki bezavart, mert a monitorom is elszállt, úgy látszik. Egy személyes erőtére van itt a stúdióban. 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hol felhívtuk Hosszú Katinka nagypapáját. Bakos Laci bácsi, nagyon helyes volt, aranyos volt. Beszélgettünk arról, hogy egy nagypapának milyen végignézni, ráadásul hajnalban az ő drága szeretett unokáját, ahogy úszik, és hát nagyon helyes dolgokat mondott Laci bácsi, hogy izgul, felkelti a nagyit, és együtt nézik, együtt ússzák azt a bizonyos távot. Valamint felhívtuk Varga Lajost, a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT szóvivőjét, hogy segítsen nekünk, mi van akkor, vagy abban az esetben, ha az ember februárban kap meg, illetve pontosabban augusztusban kap meg egy februári büntetést, ha jogosulatlanul vette igénybe valamelyik autópályát, ami ugye nem gyorshajtás,
hogy ilyenkor mennyi ideje van a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT-nek, hogy kiküldje a büntetést, mert egy februári büntetést szeretnének rajta behajtani augusztusban, és hát értetlenkedtünk picit. És megszorítottad a tökünket. Elkaptuk őket, vagy nem. Mindenesetre nagyon jó fej volt, hallotta, hogy róla beszélünk adásban, ő csörgött be, hogy itt van rendelkezésünk rá, szívesen megszólal, és hát próbáltuk az ügyet kibogózni. Nem is az én büntetésem miatt, sokkal inkább azért, mert sokan járhatnak így esetleg, hogy kapnak egy büntetést, amikor látják, hogy ugye mondjuk februárban követték el a szabálysértést, de augusztusban be kell fizetni, nem kell befizetni, ez volt a nagy kérdés, Lajos pedig hát megpróbálta megválaszolni. És megint egy jó pont nekik, abból a szempontból legalábbis, hogy nagyon sok olyan képviselő szóvivő van, aki nem áll velünk szóba, vagy nem tudjuk elérni akkor, amikor kellene, ő pedig magától vett telefonát, úgyhogy le a kalapot. Igen, nagyon, nagyon flott volt, már is mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Nem volt könnyű, de a végére kiszedtük belőle, hogy egy hónap, ugye? Nem, kettő a hivatalos, tehát 60 nap. Akkor ő egyet mondott. Igen, de aztán nekem írt, hogy elrontotta, ezért már ugyan állása nincsen, de az igazságot mondjuk el, tehát 60 nap van, hogy szóljanak. Azzal is nagyon jó akkor vagyok. Akkor is jó. Azzal is kitűnő vagyok. Csabikám, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Hogy mertek ti így beszélni egy szóvivővel? Mármint János. Én szerintem ez a műsor pont ezért jó. Hát itt ilyenbe vagyunk a szóvivőkkel, és kicsit máshogy szólalhatnak meg ők is, mint kiderült egyébként, nagyon szeretik az ilyen típusú megszólalásokat. Tehát, hogy jól érzik magukat, szerintem százszor elmondani ugyanazt, meg egyszer kicsit más hangnemben beszélni, ezt ők is élvezik. De mondta, hogy hívjátok bármikor? Fárasztja, igen, amikor 50 alkalomból 49-szer ilyen mereven, karót nyelten, hogyha a kamerák tüzében modoros kérdésekre modoros válaszokat kell adniuk. Elképzelhető, van olyan szóvivő is, aki azt a részét élvezi, de hát... Nálunk egy kicsit minden más, tudod? Igen. De ehhez kell egy jó fej szóvivő. Igen. És egyébként meg az üzenetet elmondhatja, tehát érted, amit akart, azt most is elmondta. Csak igen. Ebben ez a lényeg, hogy ezért érdemes, meg kellene szerintem mindenkinek bátrabban megszólalni. Bár már azt gondolom, egyre jobb fejek is, egyre bátrabbak és egyre közvetlenebbek. Na de a lényeg, hogy visszautaltak már valamennyit? Még nem fizettem be. Hát ahogy hallom most, akkor ez... Nem is kell, mert ez akkor ez bukták. Na hívjuk gyorsan a nap hallgatóján. Ezt most nem zsákoljátok be, srácok. Ennyi. Egyébként meg a szóvivőnek amúgy kötelessége is tájékoztatni az embereket. A szóvivő azért van. És Lajos ezt tudja. Atya Isten. Mit találtál? Semmi, rámentem egy videóról, a hvg.hu, az Aher nyilatkozik, és oldalt vastagbél tisztítása rosttal, és ezt most akkor így becsukom közben, nem, valahogy ez itt nekem megint nyílt. De mi köze van ennek Andreához? És a hívott szám jelenleg nem elérhető. Azt írja a cikk, hogy igen, tehát hogy a halál a vastagbélben kezdődik. Azt a mindenit. Ne nézz etétlenül. Ha nem, egyen rostot vigyék ki. Én nem terveztem, én fostot. Az olimpiát nézem most. Na, hát nem vette fel a naphallgatója, annyit írt, hogy aranyosak a nagyszülők, minden esetre ülüljünk, hogy Katinka nem célba lövő. Látom magam előtt, hogy folyton a papa szétlövi a tévét. Ugye? Nagypapa nagyon helyesen elmondta, hogy mi Katinka úszott, hogy otthon úszott, és követte az unokáját. És elfáradtak. Elfáradt a végére, igen. Jól van, Csabikám, milyen zenéd lesznek? Remek zenék? Gratulálunk Katinkának. Tegnap megszóltátok a másfél éves dalt, pedig hát hallgatói kérésre bármit lejátszunk, ugye. Úgyhogy most hozok nektek egy olyan újdonságot, amiben benne van egy kicsit a régi DJ Oti világ is. Na, mi ezt képest újdonság a föltörténeti korokhoz képest? Igen. Pixa megvan nektek. Hogy ne lenne meg? Bulibáró. Ja, az, is az megvan, a Pixa. Megvan. Az a Pixa, aki a kisgrofóval tavaly a Bulibáróban. A Sztereopálma megvan nektek. Persze, DJ Lács mellett, igen. És a Brunner Zsolt. A Velhello-t már... A Velhello már csak megvan. Na. Az elmúlt 10 év legizgalmasabb történése a popzenében szerint. Egy szám, amit játszunk. Ők így hárman, tehát a Pixa, a Sztereopálma és a Velhello, így aztán már öten vannak, a Balatoni Nyár című KFT klasszikus dolgozták fel. De nincs saját ötlet. De van, ez volt az ötlet, hogy ezt feldolgozzák. Ezt meghallgatjuk. Na, tessék, végre egy ember.
Ami egyébként eredetileg Borna is. Nem, nem időre kell mennem. Én nagyon szeretem azt a dal, de hogy most például... Akkor most hallgass meg, hogy ez most milyen. De most a halott pénz például azért kapott mindenféle aranyakat, mert a darabokra törtem a... Nem azért. De szerintem azt már ők is megvettek. Azon kívül van még dalok. Van, de bocsánat, ezért a dalért kaptak díjat. De jó a dal, csak hogy egy kicsit úgy én szeretem őket. Elvennék tőlük, visszakérjük? Nem, vissza nem kérjük, mert nem is miattuk, tehát nem vagyunk jogosultak, de hogy egy picit így önállósodjunk, mert tudjunk már egy dalt megírni. Darabokra törted a szívem. Az igen. Már eredetibe se volt erős, szerintem, bocsánat, én kiugrom az ablakon. Saját kiugrom. Számaikat sokkal jobban szeretem egyébként. Én tényleg előtt eszembe, hogy tudni küldeni egy halott pénzszámot Mr. McNutt-nak? Nem kaptál fizit, vagy? Nem érkezett meg még gyerek fizetése, igen. Csabikám, nagyon jó munkát neked. Köszönöm. Kívánjuk a legjobbakat és sok hallgatót. 555-55-00 a telefonszám. Lehet dalt kérni, illetve van egy SMS számunk is 076-645-00-00. Küldjetek dalt, Csabi szereti. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.